Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, önök az Infotelevíziót látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Múlt héten tartott sajtótájékoztató Tajkán Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, és Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke. A foglalkoztatás biztosító vállalkozásokat támogassa a jövőben, mert ők tudják ezt a munkanélküliséget továbbiakban is csökkenteni. Az elmúlt héten Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke, és Pogácsás Tibor, önkormányzati államtitkár, a térség polgármestereivel és a gazdasági élet szereplőivel találkoztak, melynek célja volt a kormány foglalkoztatás politikájának megismertetése. Az elkövetkezendő időszakban mindenképpen el szeretnénk érni egyfelől a teljes foglalkoztatottságot, ami azt jelenti, hogy minden olyan polgár, minden olyan ember, aki dolgozni akar, és erre a fizikai képességei adottak és megvannak, ezek az emberek dolgozni tudjanak, munkából, munkatípusú jövedelemből szerezzék meg a családjuk, a saját maguk fenntartásához szükséges pénzforrást. Múlt héten adták át azt a nőgyógyászati készüléket, melyet civil összefogás keretében szerzett be a Menopauza Egyesület. Szülék. Hát üzembe helyeztük elvileg a készüléket már péntek délután, úgyhogy ettől a héttől már a nőgyógyászok használhatják ezt a készüléket. Stúdiónkban Szilárd László kutatóbiológussal, független KDNP képviselőjelölttel beszélgettünk politikai elképzeléseiről. Csak tartom a munkahelyteremtést, de igazából nem a munkahely a jólét alapja, hanem az adott munkahelyen végzett munkáért egy tisztességes bér a jólét alapja. Stúdiónkban Fenyvesi Zoltánnal, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjével beszélgettünk a jelölt programjáról. Ez az ipari park lesz az, amely majd fel tudja szívni a munkaerő jelentős részét, illetve olyan turisztikai beruházásokat kell megvalósítani itt Sümegen is, amely szintén segíti majd a munkahelyteremtést. Stúdiónkban Rigg Lajossal, a Jobbik képviselőjelöltjével beszélgettünk a jelölt programjáról. Vissza kell tekinteni egy-két és fél évre, amikor 2012. júniusában megszüntették az aktív osztályokat. Én úgy gondolom, hogy akkor kellett volna ezt a folyamatot felülvizsgálni, nem kampányidőszakban. Szeretném, hogyha 3 havonta lenne kampányidőszak, mert akkor fellendülhetne az egészségügy, a gazdaság és az idegenforgalom is. Pat Ferenc, a Magyar Szocialista Párt képviselőjelöltjével beszélgettünk a jelölt programjáról. Úgy gondoljuk, hogy elindult egy folyamat az országba. Az emberek értékítéletet akarnak mondani az elmúlt 5 év teljesítményéről, és ha az én sikeres választásom április 12-e után meg fog történni, az mindenképpen azt fogja erősíteni, hogy ebbe az országba a népnek elege van már a Fideszből, és elege van ebből a kormányból, és valami más, valami újat akar. Most az Infotelevízió nézői egy rövid összefoglalót láthatnak a múlt heti Sümegváros testületi üléséből. Megtörténjen a jakabnapok megvalósítása kapcsán, és ennek eléréséhez kérjük a pályázat benyújtását, és a 80 ezer forint pályázati díj megfizetését is javasoljuk a képviselőtestületnek. A gazdasági bizottságnak ez a javaslata. Kérem, tekintsék meg aktuális híreinket! Már 2024-re figyel a hazai vitorlássport. Sikeres olimpiai pályázás esetén Balatonfürednek is főszerepet szánnak a nyílt vízi versenyszámok lebonyolításában. Ezt célozza az az együttműködés, amit a város és a Magyar Vitorlás Szövetség kötött. Az eseményhez kapcsolódva a balatoni vitorlássport másfél évszázados hagyományait bemutató látogatóközpontot adtak át a mai vitorlási terem teraszán és emeletén. A vitorlás történeti kiállítás megnyitója jó alkalmat teremtett annak az együttműködésnek aláírására, mely további távlatokat nyit és tovább erősíti a vitorlássport rangját és jövőjét. Balatonfüred a vitorlázás másfél évszázados fellegvára, emelte ki a Vitorlás Szövetség elnöke. Így bíznak abban, hogy az olimpiai pályázatban a nyílt vízi sportok tekintetében főszerepet szánnak a városnak. Bármilyen nagy világeseményben gondolkodunk, legyen az Európa-bajnokság, világbajnokság, amire többször volt már példa a Balatonon az elmúlt években, még az én ciklusom alatt is,
és hát reménykedve kacsingatunk az olimpiai lehetőség felé. Ha minden igaz, a pályátot be fogjuk adni, és nem lehetetlen természetesen megjósolni az esélyeket, nem lehet, hogy esetleg Magyarország olimpiát rendezhet, aminek a vízisportok tekintetében az egyik fellegvára nyilván Balatonfüred lesz. Ezt a szándékot és az együttműködésnek az erősítését beszéltük meg polgármesterről, és írtuk alá az ide vonatkozó dokumentumot. Együtt gondolkodunk abban, hogy hogy lehetne fejleszteni a vitorlásport és a evezés, kajak, kenu, szörf, egyéb sportoknak a otthonát Balatonfüreden. A város életében stratégiai partner a Magyar Vitorlás Szövetség. Bóka István kiemelte a vízisportnak a város életében betöltött szerepét. Szeretnénk még inkább erősíteni Balatonfüred Magyarország és a balatoni vitorlázásban betöltött helyét, és ebben számítunk mindenféleképpen a Magyar Vitorlás Szövetségre. Vannak fejlesztési elképzeléseink, a város tulajdonát képezi már a 22 hektáros Füred Camping. Ott van szerintem egy csodálatos kikötő, ezt kellene közösen fejlesztenünk a Magyar Vitorlás Szövetséggel együtt, hogy minél több helyet tudjunk biztosítani rangos hazai és nemzetközi versenyeknek. A város vitorlázáshoz való kapcsolatát erősíti a most megnyílt, a vitorlásport történetét bemutató látogatóközpont. A beruházást uniós forrásból valósították meg, mintegy 144 millió forintot fordítottak a fejlesztésre. Kontrát Károly országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy Balatonfüred és a most átadásra került múzeum is ötcsillagos. Füreden másfél évszázados hagyományai vannak a vitorlázásnak, hiszen a Füredi Jachtklub közel 150 évvel ezelőtt alakult meg, és az eddigi eredményeire méltán lehetünk büszkék. Másrészt Füred olyan utóbbi időben olyan attrakciókat, olyan vonzerőt tudott bemutatni a turisták ide csábításának és itt tartásának érdekében, amely szinte egyedülálló a balatoni üdülőkörzetben. A vitorla felvonást, a kötélcsomózást és egy szimulátor segítségével a viharos hajózás élményét is átélhetik a látogatók. Távcsövek és többnyelvű tárlatvezetés várja az érdeklődőket, akik szórakoztató formában ismerhetik meg a balatoni vitorlásport történetét. Országos versenyen mérkőztek a vendéglátó szakma legjobb tanulói. A gasztronómiai megmérettetésen szakácsok, cukrászok és pincérek mutatták be tudásokat. A Snitta Sámul emlékverseny országos döntőjét harmadik alkalommal rendezték meg, ezúttal a Veszprémi Hangvillában. Idén, akár csak 4 évvel ezelőtt a séfiskola diákjai szerezték meg az első helyet. Incsiklandó ételek és művészi cukrásztermékek a tálcákon. Szakmai zsűri szemlélte és pontozta a tanuló csapatok alkotásait a Hangvillában az országos döntő keretében. Hazánk 7 régiójából kerültek be a legjobbak a múlt héten megtartott döntőbe. 2 szakács, 2 felszolgáló és egy cukrász alkotott egy csapatot. A 3 nap alatt rengeteg szakmai kihívásnak kellett megfelelni és a tudásukról számot adni a jövő vendéglátósainak. Mikóczi Zoltán, régióelnök elmondta, az Anna Báli menü megtervezése és elkészítése mellett német és angol szakmai nyelvből is bizonyítani kellett. A pincércsapatoknak egy kihúzott alkalommal díszasztalt kell teríteniük, menükártyát szerkeszteni hozzá. A szakács és cukrász csapatnak pedig egy 5 fogásos menüsort kell főznie, majd a pincérek következő feladata az lesz, hogy ezt a menüsort felszolgálja a hozzáillő borokkal vendégeknek. Ebben az évben a döntőben meghatározott feladat volt, hogy a meleg előételnek balatoni fogasból kell készülni, amit egészben kell sütni a szakács csapatnak, és a pincéreknek ezt a vendégasztalára kell kifilézni, illetve a főételt kell úgynevezett angol felszolgálási módban felszolgálni, ami azt jelenti, hogy a vendégasztalára kell szervírozni az ételt. Kész? Igen. Akkor tessék! Gók Boglárka, végzős tanuló úgy véli, mindig tart új dolgokat a hivatás. A pincészakmában is folyamatosan jönnek az új trendek, melyeket figyelembe kell venni. A jól végzett csapatmunka eredménye a vendég elégedett arca, mondta. Mi a párommal nagyon régóta készülünk erre a versenyre, illetve a szakácsok és a cukrász hölgy is, aki velünk van ebben a csapatban.
És a mai nap feladata egy koktélkeverés és a pezsgő kitöltés volt, és úgy töltöttük ki a pezsgőt hétfőre, hogy egyszeri rátöltéssel lehetett csak tölteni, és mindegyik pohárnak egy szintben kellett lenni, ez volt a mai feladat. Egyébként a tegnapi feladatok között volt az élő munka, és volt egy díszterítésünk, és van egy másik díszasztalunk is, amit megtekinthetnek itt a Hangvillában. A vendéglátásban és a versenyeken is mindig változnak a szabályok. Érvényes ez a pezsgő asztalhoz vitelétől a pohárba töltésig is. Itt például a szigorú zsűri azt nézi, hogy mindegyik pohárba ugyanannyi pezsgő kerüljön. Nem is olyan egyszerű feladat ez. Török István János, a gasztronómia nagykövete azt mondja, hogy ilyenkor a legjobbak legjobbjai mérik össze tudásukat. Ez jó képet ad a hazai szakképzés helyzetéről és felkészültségéről is. Például az egész egyesületnek az a célja, hogy a felszolgáló szakmában az új terítési trendekkel foglalkozzon, és ezt mi összeötvözzük a szakácsokkal, a cukrászokkal, és ez a hármas munkaterület az, amelyik a vendégjobbítása szempontjából éri el azt a feladatot, hogy amit most itt is láthatnak, tehát ugye egy egységes munka, terítés, főzés, cukrászati termékek. A szakmai zsűri minden részletet kiterjedően osztályoz. A főzési és tálalási követelményeken túl figyelemmel kísérik a ruházatot, az ápoltságot, viselkedést vagy akár a testtartást is. Április 10-én pénteken a Pannonvár Színház előadásában a Balfácánt vacsorára vígjátékot két felvonásban tekinthetik meg az érdeklődők a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban. Jegyár 2500 forint, nyugdíjas és diákkedvezmény 1900 forintos jegy. Április 18-án szombaton 17 órakor a Sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központban rendezik meg az Alakrem Hastánc gálát. Fellépnek az Zalaegerszegi Ezer Rózsa kertje, a Székesfehérvári Török Anna Zára, a Zalaszentgróti 1001 éjszaka csillagai, a Sümegi Alakrem Orientális Tánccsoport és Miola Nikoletta tanítványai. Jegyek 800 forintos áron elővételben válthatóak a Művelődési Központban. További információk a képernyőn olvasható elérhetőségen kérhetőek. A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ ad otthont a 7. Dunántúli táncversenynek, melyet április 25-én szombaton 10 órától rendeznek meg. Látványos koreográfiák, tánc, különböző műfajokban és jó szórakozás várja az odalátogatókat. Belépője egy 500 forint. Felhívjuk az Infotelevízió nézőinek figyelmét, hogy megváltozott a Sümegi Kistérségű Szolgálat járóbeteg szakellátó központ szakrendeléseinek időpontja. A megváltozott időpontokról képújságunkban, illetve közösségi oldalunkon tájékozódhatnak. A rendelésekre időpontkérése kötelező, melyet a képernyőn látható telefonszámon vagy személyesen tehetnek meg. Húsvétváró családi délutánra várják az érdeklődőket a Csabrendeki Művelődési Házba április 28-án szombaton 14-től 17 óráig. A délután folyamán élő forrás alapfokú művészeti iskola Csabrendeki Néptánc csoportjának bemutatója, húsvéti kiállítás a könyvtárban, kézműves játszóház, Csikné Bardon Rékával tojáspatkolás és kézműves vásár várja az érdeklődőket. Április 15-én 19.30-kor Rákász Gergely orgona hangversenye kerül megrendezésre a belvárosi katolikus templomban. Jegyár 2000 forint, elővétel a Nagy László VMK-ban. Áprilisi programjaira is nagy szeretettel várja az érdeklődőket a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont. Tisztelettel meghívnak minden kedves érdeklődőt Rába Judit grafikus művész Réma című grafika és fotókiállításának megtekintésére, melyet április 10-éig tehetnek meg munkanapokon 9-től 16.30-ig. A Pápai SK társulat előadásában Molnár Ferenc játék a kastélyban vígjátékát tekinthetik meg az érdeklődők, április 2-án 19 órakor a Bródi bérlet, április 3-án 19 órakor a Tamási bérlet, április 4-én 19 órakor pedig a Nagy László bérlet keretein belül. Április 7-én 16 órakor a Nosztalgia Nyugdíjas Klub locsolóbája lesz megtartva a kaszinóban. Az Ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont és a Nagy László Szellemi Örökségi Alapítvány 2015-ben is megrendezi a költő születésének 90. évében a Himnusz minden időben Nagy László vers és prózamondó találkozót április 11 és 12-én. Szombaton 10 órától lesz az első forduló, vasárnap 9 órától a döntő. Helyszín a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont kiállítóterme.
Nevezni egy Nagy László vers, próza vagy műfordítás is egy szabadon választott magyar mű megjelölésével lehet a következő korcsoportokban. Első korcsoport 5.-6. osztályos tanulók, második korcsoport 7.-8. osztályos tanulók, harmadik korcsoport a középiskolások és negyedik korcsoport a felnőttek. Jelentkezési határidő 2015. április 4-e. A döntő helyezettjei értékes díjazásban részesülnek. Április 11-én 10 órai elődöntőket követően 14.45-kor kirándulás Iszkázra. A Nagy László Emlékház a szombat délutánján műsorra várja a rendezvény résztvevőit és közönségét. Vendég a Sebő Együttes. 20 órától esti beszélgetés Fehér Ildikó színművésszel és Kósa Ferenc filmrendezővel Nagy László emberképe felelős költészete címmel Ajkán a Művelődési Központ kiállító termében. Április 12-én 9 órakor döntő a Művelődési Központ kiállító termében. Az eredményhirdetésre körülbelül 13 órakor számíthatnak a résztvevők és az érdeklődők. A találkozó díszvendége Kósa Ferenc filmrendező. A rendezvény támogatói Ajka Város Önkormányzata, Nagy László Szellemi Örökség Alapítvány Iszkáz, Nemzeti Művelődési Intézet. További információk a képernyőn olvasható elérhetőségeken. Április 11-én gyalogos túra indul a Csatárhegyi kilátóhoz. Találkozás 7 óra 10-kor a vasútállomáson. Túravezető Ozorai Sándor, jelentkezés a képernyőn olvasható elérhetőségem. Április 16-án 19 órakor a Művelődési Központ színház termében a Bolha a fülbe vígjáték tanúi lehetnek az érdeklődők. Szeretettel várnak mindenkit egy vidám estére. Tavaszi zenés táncos este a Művelődési Központ aulájában, április 17-én pénteken 20 órától. Igényes élőzenés tánc este várják a szórakozni vágyó kedves érdeklődőket. Az est során Arany Timi és a The Collins zenekar gondoskodik a jó hangulatról. A zenekar repertoárjában a legújabb magyar és nemzetközi slágerek, valamint a 60-as, 70-es évek zenéi szerepelnek. A négy tagú zenekar dob, billentyű, női és férfi szólóinek színvonalas előadás módja garantálja a minőségi hangzást. A női szólóénekes Arany Tíme az Énekiskolája című vetélkedő első sorozatának döntőse volt. Az esti idej alatt fogyasztási lehetőség a helyi büfében. Belépője egy 2000 forint, melyből 500 forint a büfében levásárolható. Asztalfoglalás korlátozott férőhely miatt ajánlott a képernyőn olvasható telefonszámon. Április 18-án 20.30-kor Lord koncertre várják az érdeklődőket a kaszinóba. A Duma Színház humoristái várják a nevetni vágyókat a Művelődési Központ Színház bérletes előadásaira. Április 22-én, szerdán 19 órakor a Szomszédnéni Produkciós Iroda és Hadházi László gondoskodik a jó hangulatról, míg május 20-án, szerdán 19 órakor Aranyosi Péter és Kőhalmi Zoltán nevetteti meg a jókedvre vágyókat. Jegyek elővételben a Szabadidőközpontban és a dumaszínház.jegy.hu oldalon kaphatóak. Április 25-én szombaton 15-től 20 óráig várnak mindenkit a Fiatalok napjára, az Extrém sportpályára, fellép a Mango Rice 19 órakor, a rendezvény ideje alatt roller, mountain board, gördeszka, BMX, görkorcsolya, street workout, parkour freerun, további információk a képernyőn látható elérhetőségeken. Április 25-én szombaton 18 órától a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont kiállító termében Németh Csaba dalestje kerül megrendezésre. Műsoron népszerű olasz és francia dalok, valamint áriák. Vendég Almási Bartol Katalin énekes, zongorán közreműködik Györfi Judit, a belépés díjtalan. Az Összefogás Nyirádért Egyesület a Királyné kedvenc virága címmel kézműves pályázatot hirdet. Pályázni saját készítésű alkotásokkal lehet, melyeket az Ibolya motivum díszít az alábbi kategóriákban. Hímzés, kötés, horgolás, varrás, dekopás, gyöngy és egyéb alkotások. A pályázati munkákat április 30-áig kérik eljuttatni az Összefogás Nyirádért Egyesület székhelyére. További információk a képernyőn láthatóak. A VOKE a családsegítő szolgálattal közösen játékos gyermekvetélkedőt szervez április 2-án délelőtt 9 órától. Sok szeretettel várják a gyermekeket. A Baccsányi Tánc Együttes és a Basic Tánc Stúdió április 18-án mutatja be a Tánc Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő egésznapos tánc a Székely Kapunál elnevezési produkciót, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. A Tamási Áron Művelődési Központ vár minden kedves érdeklődőt programjaira. Április 7-én, kedden 18 órára várnak mindenkit, és a Levelek lehullottak, Tapolcai Centenáriumi Emlékprogram az első világháború évfordulója alkalmából megrendezett programra. Előadó Hangadi László történész.
A Zene nélkül mit érek én koncertsorozat keretein belül április 15-én 19 órakor a Máté Péter emlékkoncerten fellép Tóth István és Vingli György. Jegyár 500 forint, további információk a Művelődési Központban. A Filharmónia bérlet keretein belül április 28-án a Muzsikás Együttes hangversenyét hallgathatja meg a közönség a Művelődési Központban. Folytatódik az előnevezés az 5. Tapolca Félmaraton futóversenyre, melyet május 2-án szombaton rendeznek meg. 10:30-tól gyermekfutóverseny, 11 órától pedig a félmaraton startol. Női, férfi, felnőtt, szenior, veterán, illetve nemenkénti váltó, vegyes váltó kategóriában. Előnevezés, versenykiírás, illetve további információk a rendezvénycsarnok elérhetőségeim. A Csermák József rendezvénycsarnok szervezésében a festői környezetű Malomtó ad otthont, április 10-től 12-éig megrendezésre kerülő 9. Tapolca tavasz az Elfeledett Mesterségek Fesztiváljának a jazz és blues zene jegyében. Április 10-én pénteken kezdődő programon a Holló Együttes gyermekműsora után ünnepi megnyitó beszédet mond Dobó Zoltán polgármester, majd a Mrs. Kalambó hölgyei varázsolják el hangjukkal a közönséget. A szombati napon fellép a Nyirettyű Népzenei Együttes, SS Viktória Palásti Máté gitárének duó, a Tördemic Néptánc Együttes, a Creative Sound System, The Bluesberry Band és Mark Ferenc Tátrai Tiborral kiegészülve. A vasárnapot a Csuhaj Parádé, Vagabanda gólyalábasai köszöntik, majd a Palinta Társulat interaktív családi koncertje következik. Az ebéd alávaló nótáról Sajc Gábor harmonikájával gondoskodik. Délután a Happy Dixieland Band, a Babos Piller Jazz Duo, majd este Török Ádám és a Mini gondoskodik a jó hangulatról. Történelmi játszóház, interaktív mesterségbemutatók, népi játékok gyermekeknek és felnőtteknek, kézműves vásár, gasztro különlegességek és finomborok, ez várja egész nap az odalátogatókat. A rendezvény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A program látogatása ingyenes, további információk a Csermák József rendezvénycsarnok elérhetőségeim. Folytatódik a nevezés a Keszthelyi Kilométerek 2015-ös versenyére, melyet május 23-án és 24-én rendeznek meg. Az idejév az újdonságokról szól, teljesen új pályakialakítás, klimatizált pálya és új programterv várja a nevezőket. Sprintfutamot indítanak pünkösd vasárnap délelőtt, 2,5 és 5 kilométeres körpályára várják a rövidebb távok szerelmeseit. Újdonság az is, hogy a félmaraton és a maraton rajtja délután kezdődik, kímélve a versenyzőket, majd pedig koncertek szórakoztatják a közönséget. Versenykiírás és nevezés a www.keszthelyikilométerek.hu honlapon. Múlt héten tartott sajtótájékoztató talkán Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Fenyvesi Zoltán a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke. Fenyvesi Zoltán az eseményen elmondta, a találkozó célja az volt, hogy további munkahelyeket teremtsenek Veszprém megyében, mind a kis, mind a nagy településeken. A héten tartott sajtótájékoztató talkán Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Fenyvesi Zoltán a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke. Fenyvesi Zoltán az eseményen elmondta, a találkozó célja az volt, hogy további munkahelyeket teremtsenek Veszprém megyében. Büszkék lehetünk arra, hogy Veszprém megyében az állástalanok száma 4 év alatt, 2010-től 60%-kal csökkent, 24.000-ről 9.100-ra. Ajkán a munkanélküliség 3%-ra mérséklődött, de tudjuk, hogy ez 3%-kal több az ideálisnál. Azon dolgozunk, hogy ez a 3% is 2018 végére eltűnjön. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltje hozzátette, hogy a munkahelyteremtést nem csak a nagyobb városokban, de a kisebb településeken is szeretnék megoldani. Meg kell adni a lehetőséget a fiataloknak, hogy helyben tudjanak érvényesülni. Fenyvesi Zoltán hozzátette, hogy célja a kormány segítségével a fent említett területen minél nagyobb eredményt érjenek el. Amennyiben a választópolgárok támogatnak és támogatásokról biztatnak, bizalmukba fogadnak április 12-én, úgy én az eddigi elért eredményeket a kormánnyal közösen folytatni szeretném, és az itt élő emberek további boldogulását tekintem elsődleges célomnak. A miniszter a tájékoztatón kiemelte, hogy 2012-ben a kormány két cél tűzött ki maga elé. Az egyik az adósságcsapdából való kikerülés. A politikus elmondta, hogy ezt a célt sikerült elérni, jelentősen csökkent az ország sebezhetősége. Most a bruttó hazai termék 76,9%-a a magyar államadóság mértéke, aránya. Ez jelentősen alatta van már annak a több mint 80%-nak, mint amivel 2010-ben kezdtük. A devizahitelek kivezetését folytatni fogjuk. Most
április végéig kapják meg a jelzálog devizahitelesek azt a tájékoztatót, ami alapján a bank tájékoztatja őket arról az új összegről, ami alapján a törlesztő részleteiket fizetni kell. Azzal számolunk, hogy átlagosan egy 25%-kal csökkennek majd ezek a törlesztő részletek, és így nagyon sok embernek lesz lehetőség arra, hogy abból a saját adósság csapdából kikerüljön, amivel egy ilyen jelzálog hitelnek a felvételével került. A második cél a foglalkoztatás volt, mondta el a zajkai sajtótájékoztatón a politikus. Hozzátette, 2010-ben közel 12%-os volt a munkanélküliség. Az új adórendszernek a foglalkoztatás szabályozottságának megváltoztatása és a munkaminték megjelenítésének köszönhetően csökkent a munkanélküliség. A foglalkoztatás biztosító vállalkozásokat támogassa a jövőben, mert ők tudják ezt a munkanélküliséget a továbbiakban is csökkenteni. Jelenleg 7,4% a munkanélküliségi arány, de valóban, ahogy Fenyvesi úr is mondta, amíg egy ember is, aki munkát keres és nem talál munkát, van az országban, addig az a feladatunk, hogy ezt a munkanélküli létszámot csökkentsük. A cél tehát nem lehet más, mint az ebben az értelemben vett teljes foglalkoztatottság. Teljes foglalkoztatottság, tehát ami azt jelenti, hogy aki munkát akar keresni magának, munkát akar vállalni, az kaphasson is munka lehetőséget. A politikus azt is elmondta, hogy ehhez a programhoz szorosan kapcsolódik a szakképzési rendszer átalakítása. 2015-től kezdve a gazdasági minisztérium felel azért, hogy a szakképzési rendszer változzon. Együttműködésben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakembereivel. Az a célunk, hogy a fiataljaink, de akár a felnőtt korosztály is, hiszen itt nem csak fiatal, hanem felnőtt képzésről is szó van, olyan lehetőséget kapjon a szakképzésen keresztül, amivel sokkal hatékonyabban és sokkal kedvező módon tud magának állást, munkahelyet találni. Tehát az a célunk, hogy a következő hónapokban eljussunk addig, hogy 2015. szeptemberében egy olyan tanév tudjon már elindulni a szakiskolákban, szakközépiskolákban, amely azt a lehetőséget adja meg a fiataloknak, hogy sokkal több időt tudjanak eltölteni gyakorlati képzésben, konkrét vállalkozásoknál, vállalatoknál, és kevesebb időt pedig az iskola padban. Tehát a szakképzést nagyon sokat várunk, abban bízunk, hogy a ma állástalanok egy része, akik nem rendelkeznek semmiféle szakképzéssel, az új szakképzési rendszer lehetőségeivel élve alkalmazkodni tud majd ahhoz a munkaerőpiachoz, ami ma az országban van, és így könnyebben tud majd állást lehetőséget találni. Az elmúlt héten Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke és Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár a térség polgármestereivel és a gazdasági élet szereplőivel találkoztak, melynek célja volt a kormány foglalkoztatás politikájának megismertetése. Az elmúlt héten Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke és Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár a térség polgármestereivel és a gazdasági élet szereplőivel találkoztak. Az eseménnyel kapcsolatban a két fideszes politikus sajtótájékoztatót tartott a Sümegi önkormányzat épületében. Az államtitkár találkozókkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy céljuk volt a kormány foglalkoztatás politikájának megismertetése. Az elkövetkezendő időszakban mindenképpen el szeretnénk érni egyfelől a teljes foglalkoztatottságot, ami azt jelenti, hogy minden olyan polgár, minden olyan ember, aki dolgozni akar, és erre a fizikai képességei adottak és megvannak, ezek az emberek dolgozni tudjanak, munkából, munkatípusú jövedelemből szerezzék meg a családjuk, a saját maguk fenntartásához szükséges pénzforrást. Ennek az egyik módja természetesen az, hogy a gazdaság fejlődésével egyre több új munkahely teremtődik, és ez egy jó dolog, a gazdaság fejlődése, a gazdasági növekedés erre jó alapot ad, de természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez mellett az államnak is kell munkahelyet teremteni, ez részben a közfoglalkoztatás keretén belül azoknak az embereknek nyújthat perspektívát, akik egyébként a munkaerőpiacon nehezen vagy nem találhatják meg adottságaik miatt az elhelyezkedés lehetőségét. Az államtitkár továbbá elmondta azt is, hogy elindult egy program, melynek során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokban részesülők folyamatosan kerülnek bevonásra a közmunkaprogramba. Évente 25%-kal akarják csökkenteni azok számát, akik a fent említett támogatásban részesülnek. Az elkövetkezendő időszakban egy 213 000 főnek tudunk átlagosan évre kivetítve
közfoglalkoztatási lehetőséget adni. Úgy tűnik, hogy ezzel azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, és amelyek segíthetnek abban, hogy a családokban egyfelől a munka, a munkakultúra kialakulása, a munkához való viszony az javuljon, ez a lehetőség megteremtődik, másfelől pedig hát nyilvánvalóan ezek az emberek ezentúl, ha nem segélyből, hanem munkajövedelemből tarthatják el a családjukat, akkor mind az önbecsülésük révén, mind pedig a forintban mért teljesítmény révén valódi családfenntartóvá válhatnak. Pogácsás Tibor hozzátette azt is, hogy a polgármesterek elfogadják ezt a programot és megteremtik azokat az értelmes elfoglaltságokat, melyeket a közfoglalkoztatásban részesülteknek nyújtanak. A sümegi járás felzárkóztatási támogatásokban részesül, a sümegi járás hátrányos helyzetű járásnak tekinthető, így a közfoglalkoztatási programokban a foglalkoztatási bér 100%-át megpályázhatják, illetve megkaphatják a települések, és a bérhez viszonyítva 20%-ban pedig egyéb jellegű költségekre is támogatást kaphatnak. Ez a 20% forrás lehetőséget teremt gépek, eszközök vásárlására, de adott esetben egy-egy programhoz anyagvásárlására, tehát olyan jellegű programok is folyhatnak tovább, illetve indulhatnak, amelyeknél közvetlen produktum, közvetlen érték, akár áru termelődik. Szennyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke a tájékoztatón azt emelte ki, hogy a sümegi járásban 2015-ben 257 fő került be a közmunkaprogramba, ami annyit jelent, hogy 257 családnak biztosított megélhetést. Ez 260 millió forintot jelent költségként a sümegi járásban, ez 40 millió forinttal több, mint ami 2013-ban a járásba érkezett. Viszont büszkék is lehetünk azokra az eredményekre, amelyeket a kormány az elmúlt időszakban elért, itt Veszprém megyében is. Országos szinten 2010 óta 455 ezerrel dolgoznak többen, mint azt megelőzően. Veszprém megyében pedig 60%-kal csökkent ez idő alatt a munkanélküliség aránya, 24 ezerről 10 ezer fő alá csökkent a munkanélküliek száma. De nem lehetünk elégedettek, nem dőlhetünk hátra egészen addig, amíg egyetlen egy olyan ember is van Magyarországon, aki szeretne dolgozni, de nem tud. Ezért különösen fontos számunkra, hogy itt Sümeg környékén is elindítsunk majd munkahelyteremtő programokat. Az elmúlt időszakban a megyei közgyűlés szakemberei, megyei közgyűlés elnöke és jó magam is sok egyeztetést folytattunk le polgármesterekkel, illetve önkormányzati szakemberekkel a tekintetben, hogy milyen perspektívát és milyen prioritást adjunk a megyei fejlesztéseknek és a TOP programoknak. Ezeken az egyeztetéseken egyértelművé vált számunkra, hogy kiemelt cél itt a járásteremtés. Ezért dolgozunk tehát, hogy 2010-es kormányprogramnak megfelelően sikerüljön 1 millió új munkahelyet létrehozni a 10 éves ciklusban. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor az eredményeket nézzük, akkor nem mehetünk el emögött a tény mellett, hiszen közel fele a ciklusnak elment, és 455 ezerre dolgoznak többen, mint azt megelőzően. Ebből látszik, hogy a cél az megvalósítható, és ha az ország gazdasági eredménye ilyen lesz, mint amilyen az elmúlt időszakban is volt, és amilyen várható, akkor ezt a célt 2018-ra elérhetjük. Tehát 2018 végére bekövetkezhet a teljes foglalkoztatás Magyarországon. A múlt héten adták át azt a nőgyógyászati eszközt, melyet civil összefogás keretében szerzett be a Menopauza Egyesület. Stúdiónkban Illési Bolya képviselő számolt be az adományozásról. Köszöntöm az Infotelevízió nézőit, a politika után egészségügy vendégünk Illési Bolya, védőnő képviselő. Ugye már beszéltünk arról, hogy egy ultrahangos fejre készülékre gyűjtöttek össze, ezt sikerült is a héten átadni, működik már a készülék? Hát üzembe helyeztük elvileg a készüléket már péntek délután, úgyhogy ettől a héttől már a nőgyógyászok használhatják ezt a készüléket. Hát célba ért az akciónk. Tavaly novemberében jutott az Egyesületünk tudomására, hogy a Sümegi Menopauza és Oszteoporózis Egyesület volt a nevünk, azóta már egészségkör. Tehát az Egyesületünk tudomására jutott, hogy a nőgyógyászatból hiányzik egy a
pontos diagnózishoz szükséges OH készüléknek a tartozéka, ez a bizonyos OH fej, és úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk gyűjtést szervezni az OH fej szerzésére. Az egyesületi tagok lelkesen fogadták az ötletünket, olyannyira, hogy 11 asszony ténylegesen részt vett a pénz összegyűjtésében, a többiek pedig adományokkal, hozzájárulásokkal segítettek. A tényleges gyűjtést idén, januárban kezdtük, és 3 hét alatt összegyűlt 823 ezer forint. Én azt gondolom, hogy ez életmentő lehet ez az eszköz, ez a diagnosztikai eszköz, és én a megmentett életek nevében, édesanyák, leendő családanyák, feleségek és nagymamák nevében és természetesen az intézmény nevében is szeretném megköszönni az ön nevében ezt a lehetőséget. Szeretném buzdítani a lakosság költagét, hogy vegyenek részt a nővigyászati szakvizsgálaton, szűrővizsgálatokon, és éljenek a diagnosztikai eszköz adta lehetőséggel. Az egyesület munkájához továbbiakban sok erőt és jó egészséget kívánok, és remélem, hogy a jövőben is együtt tudunk működni. A Menopauza Egyesületből átalakult vagy átnevezett egészségkör adta át egyébként ezt a fejet. Ez a bravúr, mondhatjuk annak, ez egy egyedi alkalom, egyszer volt Budán-kutyavásár, vagy most megcéloztak valami mást és megint gyűjtenek? Hát még konkrét célunk nincsen, de kutatjuk annak a lehetőségét, hogy mi az, amivel még tudnánk segíteni, hogy a sümegi lakosság megfelelő ellátáshoz jusson, ami az egészségügyet illeti. Tehát még terveink nincsenek, de vannak már jelzések, hogy mi az, amiben tudnánk segíteni, és természetesen ez az egyesület ezt fel is fogja vállalni. Ez egy nagyon szép tett volt, de most tegyük a kezünket a szívünkre. Ez nem egy egyesületnek lenne a dolga. Így van? Így van. Mind az önkormányzat, mind a járóbeteg ellátásnak a szakemberei vezetői mit szóltak ahhoz, hogy ezt a készüléket maguknak sikerült megszerezniük? Hát nagyon nagy örömmel töltötte el őket, ugyanis erre nekik nincs keretük. Tehát olyan szűkös a finanszírozása a szakellátásnak, összességében az egészségügynek, hogy nincs fejlesztésre abszolút pénzt. Ők is csak pályázati úton nyerhettek volna, de nincsenek ilyen pályázati kiírások. Ezért volt nekik nagyon fontos és nagyon örömteljes, hogy egy civil szervezet elindította ezt a mozgalmat, és hát így akkor közös örömünkre egy minőségi változás lehet a szakrendelésben. Az, hogy bővült a rendelésnek a kapacitásra, ezt a térség hölgyei automatikusan meg fogják tudni, vagy még van, aki úgymond megszokásból elmegy más település rendelésére? Hát ugye a járás nő lakosságát látja el tulajdonképpen a szakrendelő, ezért én úgy gondolom, hogy nem fog azért elmenni a másik városba, mondjuk Esztály vagy Ajkára, mert most már az orvos nem fogja elküldeni, hisz helyben is megvannak a lehetősége, hogy egy korrekt vizsgálat az lezajlódjék. Volt egy másik rendezvényünk, ez a nők egészsége, a család egészsége. Hol zajlott le és miről szólt? Nos, ezt a védőnői szolgálat szervezte, és a védőnői tanácsadóba az Árpád út 20 szám alatt a régi óvoda épületében történt ez meg. Meghívtuk a gimnazista lányokat, akik nagyon nagy örömmel jöttek, és hívtuk a civil lakosságot, úgyhogy nagyon szép számban voltak jelen. És két előadónk volt, a dr. Csalló Mária, nőgyógyász, és a dr. Turcsányi Zsolt, házi orvos, homeopátiás szakorvos. Ők ketten tartották az előadást, ami kifejezetten a nők egészségével, a szűrővizsgálatokkal, a megelőzéssel, az önvizsgálattal. Tehát sok olyan dologról szólt, ami a nők egészségét erősíti, szolgálja. Nekem egy picikét ez a jelmondat azt sugallja, minthogyha a nők még mindig a hierarchiájában alul lennének. Hát tulajdonképpen van benne valami, hisz azt próbáljuk elhitetni és elfogadtatni a lakossággal, hogy mivel a család alapja tulajdonképpen a nő, aki összetartja, aki megőrzi a családban az összefogást, a melegséget, a szeretetet, és hogyha a nőnek nincs egészsége, akkor azt valahogy a családtagok természetesen megérzik, és hiányok lépnek fel mindenféle területen.
Jellemző az egyébként a térségre, hogy a nők foglalkoznak a gyerek egészségével, iskoláztatásával, a férjeket segítik, hogy magukat egyébként háttérbe tolják és megfeledkeznek mondjuk odafigyelni az ők saját egészségügyi állapotukról? Hát, hogy mennyire jellemző ez, én úgy gondolom, hogy a családon belül valahogy kezd kiegyensúlyozottá válni a női és férfi szerep, anya és apa szerep. Valahogy egyre többször látom, hogy az apák is aktív részesei a családoknak, tehát ugyanúgy vigyáznak a gyerekekre, ugyanúgy tanulnak a gyerekekkel. Fantasztikusan jó látni, amikor tolják a babakocsit, benne a picike, míg a feleség vagy a párja valami más tevékenységet csinál. Tehát mind azt látni, hogy együtt gondolkodnak, együtt csinálnak dolgokat, és ez olyan jóvá teszi ezt az egész rendszert, hogy egy kicsit erősítjük azt, hogy bizony a nők egészsége nagyon fontos. Hát azt megmutatják a statisztikák, hogy ezt azért jól csináljuk, mert a nők tulajdonképpen szívósabbak és tovább élnek, mint a férfiak. Hogyha az ön munkásságát nézem, teljesen mindegy, hogy most azt a védőnői szolgálatnál teszi, képviselőként teszi, vagy valamelyik egyesület részeként. Azt veszem észre, hogy egy nagyon erős szemléletváltás próbál meg elhinteni itt az emberek, a nők és a gyerekek között, mégpedig az, hogy mindenki a maga sorsának a kovácsa, és nem csak az, hogy mondjuk tanuljon, meg dolgozzon, karriert építse, hanem igenis rendszeresen figyeljen oda mind az életmódjára, mind az egészségügyre. Mennyire vevők rá az emberek? Nyitottak rá. Én úgy gondolom, legalábbis vannak olyan visszajelzések, amik azt mutatják, hogy nem hiába próbálom én efelé terelni magukat, a családokat. Szívesen fogadják az újat, próbálják alkalmazni is, elfogadók, és valahogy azt érzem, hogy mintha visszajönne az a szemlélet, hogy nagyon fontos a család, és hogy ismét egy kicsit úgy a családtagok egymás felé fordulva, egymást erősítve, összekapaszkodva érzik, hogy csak így van tovább lépés. Érzik azt az emberek, hogy tulajdonképpen azt, hogy az egészségükre odafigyeljenek, az nem csak az orvosnak a dolga, hogy nem szólt az orvos, nem mondta meg senki, hanem neki is ezt nézni kell? Hát igen, még a kezdetekben a hárítás volt az, hogy nem mondta, ezért nem tettem így, vagy nem szólt senki ezért, azért én nem figyeltem erre rá. Most már érzéke, tehát az egyéni felelősség most már kezd erősödni, az öngondoskodás meg feltétlen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó irányba megy ez a családmodell. Mondta, gimnazistákat is említette, mennyire voltak vevők rá? Ők nagyon vevők, ők mindenre nyitottak. A fiatal, törekvő, önbizalommal teli hölgyekről van szó. Fiatalságra jellemző, hogy ráérünk még, meg hogy sérthetetlen vagyok, sebezhetetlen vagyok, és ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon előretekintés. Hát igazándiból én nem ezt veszem észre rajtuk. Ők nagyon figyelték ezt a két előadást, hisz arról volt szó, hogy milyen nőgyászati betegségek vannak, mi az, ami előfordul egy szakrendes, mi azok a gyakori fertőzések, amiket fel kell ismerni, kezelni kell, mi a megelőzés, tehát az önvizsgálat, például, hogyha erről beszélünk, a szűrővizsgálatokról, hogy mennyire fontosak, hogy mennyire fontos, hogy évente elmenjen arra a szűrővizsgálatokra. Tehát mindaz, ami azt erősíti a hölgyekben, hogy figyeljenek oda magukra, hisz ott kezdődik a dolog, hogyha ha magára figyel és észrevesz bizonyos jeleket, akkor tudja, hogy ezzel el kell menni az orvoshoz, és hát, hogyha időben jelentkezik, az ember, minden betegség gyógyítható. És ezt igenis, hogy ők értik, nagyon odafigyeltek rá, és örömmel fogadták, sőt, még kérdeztek is. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Stúdiónkban Ciller László kutatóbiológussal, Független KDNP képviselőjelölttel beszélgettünk politikai elképzeléseiről. A stúdión következő vendége Ciller László képviselőjelölt. Ön biológus, vízzel foglalkozik, nagyon sokat dolgozott a Balatonnál. Miért gondolta akkor, hogy egy olyan választókerületnek a képviselőségét elvállalná, ami Tapolca Ajka Sümeghez köthető? A Tapolca és a Balaton felvidék az része szerintem a Balatonnak is. A Balaton nekem nem a vízparton ér véget, hanem a vízgyűjtő végén él. Ajkai születésű vagyok, ott él az apai rokonságom jelentős része, ismernek, ott érettségiztem. Sümeg környékén él az anyai rokonságom,
Zalagyömörőtől Sümeg, Prága, Dabronc, ezek nekem mind ismerős helyek. Tehát én úgy érzem, hogy minden egyes kis régióhoz kötődöm. Eddig kutatott, hogyan lehet ezt a munkásságot átvinni a politikába? Megmondom őszintén, nekem soha nem az volt az életcélom, hogy egy-egy óvoda kifestésért, vagy egy útszakasz megépítésért lobbizzam. Én kutató biológusként olyan eredményeket értem el a Balatonnál, amit mindenképp meg kellene valósítani. A Magyarországgyűlésben és a kormányzatban teljesen elhanyagolt ma már a környezetvédelem kérdése, és engem leginkább ez motivál, hogy ezzel foglalkozzam. Természetesen egyéni képviselőként a szülőföldem érdekeire is kőkeményen ki fogok állni. Ha megnézzük a honlapját, akkor ott feltünteti a programját, és ebbe szerepel a Tapolcai Kórháznak az ügye, hogy a három műszakban dolgozók és az éjszakai műszakban dolgozók megkapják a pótlékukat. Ön független jelöltként indul, ha bekerül a parlamentbe, akkor mennyire tudja ezt képviselni, mennyire tudja mondjuk a pártokon keresztül az akaratát érvényesíteni? Na most a Tapolcai Kórház kérdésében minden induló egyetért, hogy vissza kell állítani, tehát ott szerintem egy ilyen összpárti konszenzus jön létre, hogy a kormánnyal azt ezt elérjük. A dolgozók érdekeiért pedig mindig meg kell találni a szövetségeseket a különböző pártokba. Én úgy érzem, hogy az az előnyöm a pártos jelöltekkel szemben, hogy akik esetleg ezek közül kerülne be, akkor ő a pártjának a legújabb képviselője lenne, és elég kicsi lobby erőt képviselne. De a kórházra még egy picit kanyarodjunk vissza. Akkor is a kérdésem az, hogy ugye, hogyha mondjuk egy nagyobb pártnak a jelöltje jut be, akkor is végig akarja vinni ezt az ügyet, akkor ugye ott vannak a társak, ott vannak azok az emberek, akik segítenek neki. Nem fél attól esetleg, hogyha mondjuk ön mint függetlenként szeretné elintézni a kórháznak az ügyét, vagy szeretne kiállni mellette, akkor mondjuk falakba ütközik? Nem érzem azt, hogy falakba ütköznék, hisz minden jelölti programban benn van. Én úgy gondolom, hogy ha ellenzéki pártképviselőre jutna be, akkor ugyanaz zajlana tovább a Tapolcai Kórházzal, hiába ellenzéki pártképviselője szólalna meg. Ha a kormánypárti képviselő jelölt jut be, akkor pedig szerintem akkor is ugyanaz zajlana, mert most, amit ígérgetnek, ez szerintem ez a kormány részéről, ez csak választási ígéret. Írja, hogy fontos, hogy a ipart hozzunk ide. Ezt több képviselőjelölt is elmondta. Önnek azért, ha jól tudom, vannak kapcsolatai a munkája által. Hát a környezetvédelem területén széleskörű kapcsolatokkal rendelkezem, és úgy gondolom, hogy ezeket hasznosítani tudnám, hogy Ajkára, Sümegre, Tapolcára nem környezetszennyező környezeti ipart hozzunk. Mi az, amit el tudnak képzelni, hiszen ugye innováció területén ott a Balatonnál nagyon sokat dolgozott, de amit mondjuk ide szeretne, ide képzelne, el is ide hozná? Hát mindenképp a kis településekre egy olyan mezőgazdasági termelési rendszert, környezetbarát, biogazdálkodáshoz közelítőt, ami egyrészt nagy hozzáadott értéket képviselne, tehát jövedelmező lenne a gazdáknak, másrészt a Balaton vízminősége szempontjából rendkívül fontos lenne. Ezzel a programjával kiket szólítana meg? Azokat, akik mondjuk eddig is a mezőgazdasággal foglalkoztak, vagy azokat a fiatalokat, nem fiatalokat, akik esetleg belevágnának egy vállalkozásba? Akik ezzel foglalkoznak, azokat anyagilag és szakmailag is kell támogatni, és az falvak elnéptelenedését meg lehetne akadályozni úgy, hogy akár még a városból a munkához nem jutó fiatalok is kiköltözhetnének a környező falvakba, és ott egy egészséges környezetben egy ilyen jellegű munkát végeznének. Milyen mezőgazdasági ágazatra kell itt gondolni, tehát vagy pontosabban az ágazaton belül, tehát hogy itt nagyobb földművelés, kézművesipar, nem tudom mi az, amire ön gondol. Mezőgazdaság mindig a táji adottságokkal kell megfelelően végezni a művelést, ahol a szőlőtermesztésnek megfelelőek a feltételek, ott azt kell támogatni, preferálni.
ahol meredek lejtők vannak, ott gyümölcsösöket kell, hogy az eróziótól megvédjük, és nagy kézi munkaigényű növények kellenek, mint például az eper, amelyet nagy haszonnal lehet utána értékesíteni. Az értékesítés az hol történne meg ön szerint? Tehát, hogy itt belföldön, vagy akár külföldön is? Ez egy hosszú szervező munkát, és nem csak a térségben igényelne. A magyar termékeket, ezeket a kézműves termékeket az értékesítésére egy lehet, egy külön szervezetet kellene létrehozni, de ez nagyon sok gazdasági kérdéstől függ, hogy ez hogyan a leggazdaságosabb. Nem csak ebben a kampányban, nem csak itt képviselőjelöltek általában a zászlóikra tűzik a munkahelyteremtést. Ön ezt nem írta fel, nem tartja annyira fontosnak? De fontosnak tartom a munkahelyteremtést, de igazából nem a munkahely a jólét alapja, hanem az adott munkahelyen végzett munkáért egy tisztességes bér a jólét alapja. És ezért kell küzdeni, hogy ne minimál bérért, ne gyakorlatilag rabszolgasorba dolgozzanak az emberek három műszakba. A szintén programjai között van, hogy a térség érdekeit szeretnék képviselni. Mit gondol, hogy mi az a legfontosabb terület, mi az a legfontosabb probléma, amit itt kezelni kell, képviselni kell? Lehet, hogy szakmámból kifolyólag nekem a környezetvédelem a legfontosabb. Ajkán volt a vörös iszap katasztrófa, Balaton vízgyűjtője, ugye Szapolca sümeget is érinti, és nálam kiemelt fontosságot élvez. Tehát én mindenképp a környezetvédelmet. Mi a legfontosabb? Amit említette a vörös iszapot, de mondjuk Szapolca sümeg térségében, mi a legnagyobb probléma itt a környezetvédelemmel kapcsolatban? A sümeg tapolca kérdésében a Balatonba befolyó vizek a legfontosabbak ebből a szempontból, de ez olyan tájgazdálkodást, olyan vízhasználatot, olyan infrastruktúrát igényelne, ami jelenleg még nem áll rendelkezésre. Természetesen a turizmus miatt a teljes úthálózatot és egyéb infrastruktúrát is rendbe kellene tenni. Kampány van, járja a térséget, mi az, amivel találkozik, amivel mondjuk megszólítják önt, mi az a legfontosabb elvárás a választópolgárok részéről, amit mondjuk egy képviselőnél szeretnének elérni, vagy egy képviselő érje el a parlamentben? Hát a legfontosabb elvárás az, hogy törődjenek velük, itt nem akarok visszamenőleg bárkinek bármit felrólni, de gyakorlatilag voltak települések, akik 20 éve már nem láttak országgyűlési képviselőt. Én úgy gondolom, hogy egy képviselőnek része kell lennie a közösség életének, részt kell venni ünnepein, részt kell venni a hétköznapjainakban is. Én úgy látom, minden ember a saját problémáját tartja a legfontosabbnak, de én úgy érzem, hogy a törődést várják el, az aktív tevékenységet. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Fenyvesi Zoltánnal, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjével beszélgettünk programjáról. Vendég Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnök és a Fidesz-KDNP országgyűlési jelöltje. Bármilyen hihetetlen, nagyon nehéz volt elérni, hogy eljön ide a stúdiónkba. Ennyire feszített a programja? Jó estét kívánok a tévénézőknek. Valóban feszített a program, de hát azt gondolom, hogy egy választás előtt egy képviselőjelöltnek ilyen feszített programja van általában. De igyekszem minden helyre elmenni, minden településre elmenni, mind a 60 településre, és igyekszem minél több állampolgárral, minden több választópolgárral találkozni. Ez megfeszített munkát igényel, igen, de természetesen örülök ennek a feladatnak, és még bírom, és jó kedvel megyek a településekre, hiszen olyan embereket találkozom, akik őszintén elmondják a véleményüket, és igyekszem ezen segíteni, és igyekszem a problémáikat megoldani. Itt ülésezett az MSZP-nek a frakciója, ezután Tóbiás József, a párt elnöke úgy nyilatkozott, hogy nagyon nagy tétje van ennek a választásnak, hiszen ez a Fidesz bukását hozhatja. Osztja ezt a véleményt?
Én nem avval foglalkozom, hogy mit mondanak mások, mit mondanak az ellenfeleim. Én azt a munkát szeretném elvégezni, amit kitűztem magam elé, mégpedig azt, hogy elmegyek minden településre, megismerem az emberek gondjait, problémáit, és természetszerűen igyekszem ezen segíteni, és igyekszem megoldásokat találni az ő problémáikra. Nem befolyásol az, hogy melyik párt, vagy melyik ellenfelem hogy nyilatkozik. Természetszerűen nekem van feladatom, és ezt a feladatomat próbálom elvégezni. Tapolcán találkozott az egészségügyi tárca államtitkárával, a kórházzal kapcsolatban tárgyaltak, mire sikerült jutniuk? Én avval kezdeném, hogy miért is jutottunk el odáig, hogy Zombor Gábor államtitkár urat felkerestem. Azt látható, hogy Tapolcán egy igen komoly fejlesztés zajlik a kórházban. Nagy építkezések zajlanak. 2013. decemberében írtak alá egy 2,3 milliárd forintos fejlesztést a Tapolcai Kórházra. Új sürgősségi ellátás jön létre, mentőállomás épül a városban, kardiológiai, illetve tüdőgyógyászati rehabilitáció fog megvalósulni, és egy 24 órás sebészeti ellátás is. A sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy nem csak ez az egy megbeszélés volt, tehát nem csak az államtitkár úrral beszélt, hanem rengeteg tanácskozáson, fórumon vett részt az egészségügyel kapcsolatban. Ez tényleg ennyire kardinális kérdés? Úgy érzem, hogy kardinális kérdés, hiszen az embereket foglalkoztatja, érdekli az egészségügy helyzetet. Nem csak itt Tapolcán, hanem érdekli Sümegen és érdekli őket Ajkán is. Én azt gondolom, hogy ha a Tapolcai Kórházban beindul a 24 órás sebészet, amely nem csak heti két alkalommal fog megtörténni, hanem heti hét minden napján, illetve több szakmában is, akkor a sümegi embereknek sem kell csak Ajkára, illetve csak Keszthelyre elmenni egyenbe venni az egészségügyi szolgáltatást és ellátást, hanem mindezt meg tudják tenni Tapolcán is. Hiszen erre a 24 órás sebészetre fel fog épülni egy aktív ágyas kórházi lehetőség is. A munkahelyteremtés önben nagyon sokat beszélt, sőt Ajkán konkrét elképzelései voltak, hogyan lehet munkahelyet teremteni. Sümegen az önkormányzat egyik elve vagy célkitűzés az ipari partnak a fejlesztése, hogy ezáltal sikerül munkahelyet teremteni. Ismeri az itteni problémát, és beszéltem már az önkormányzat képviselőivel ez ügyben? Természetesen beszéltem polgármester úrral, beszéltem a képviselőtestület tagjaival, és mint a megyei közgyűlés alelnöke részt vettem több olyan egyeztetésen, amelyen a sümegi járás polgármestere, illetve önkormányzati szakemberei voltak jelen. Tudom, hogy Sümegnek nagy tervei vannak az ipari park tekintetében, de nem csak tervekről beszélhetünk, hanem feladatokról is, hiszen a megyében a legmagasabb a munkanélküliség a sümegi járásban, 9,6%, ez magasan több, mint a megyei átlag, illetve az országos átlag. Ebből következően nagy feladatok is hárulnak ránk az önkormányzatra is, és nyilván a képviselőre is, akit majd megválasztanak. Én ebben ezért gondoltam úgy, hogy a programom középpontjába a munkahelyteremtést teszem. Hiszen 12 000 milliárd forint fejlesztés összeg érkezik 2020-ig az országba. Ennek 60%-a a kormány döntése értelmében munkahelyteremtésre, gazdaság élénkítésre fordítódik. Éppen ezért nem mindegy, hogy mennyit tudunk a település részekbe ebből az igen jelentős összegből hozni. Én azt gondolom, hogy a munkahelyteremtés lesz az a elképzelés, amit a kormány is támogat, és a kormánnyal együttműködve fogunk tudni hozni munkahelyteremtő beruházásokat Sümegre. Tudom azt is, hogy az egyik fontos feladata az önkormányzatnak, hogy létrejöjjön az ipari park. Ez az ipari park lesz az, amely majd fel tudja szívni a munkaerő jelentős részét, illetve olyan turisztikai beruházásokat kell megvalósítani itt Sümegen is, amely szintén segíti majd a munkahelyteremtést. De mondok még egy programot. A turizmusra belemennénk, hiszen ez is egy kardinális kérdés. Ugye itt az ipari területből ipari parká átalakításról van szó, viszont még akkor is kellenek a befektetők. Kinek a feladata lesz a befektetők keresése? Tud-e ebben segíteni esetleg? Természetesen a befektetők keresése az egy összetett feladat. Nyilván az önkormányzatnak is van ebben feladata, hiszen ha az önkormányzat az ipari parkban olyan feltételeket tud biztosítani, amely jó egy befektető, jó egy vállalkozó számára, gondolok itt kedvezmények adása az adózásban, a telek kialakításban, akkor ez már vonzó tud lenni. De a kormánynál is, és vannak mindig olyan vállalatok, vállalkozók, amelyek szeretnének Magyarországon ipart telepíteni, szeretnének munkahelyeket teremteni. Ekkor is ki tudjuk ajánlani ezt a területet azok számára, akik szeretnének itt befektetni. Itt tehát kettős feladatunk van. Feladata van az önkormányzatnak is, és feladata van az országgyűlési képviselőnek is, hogy minél több munkahelyteremtő beruházást hozzunk ebbe a térségbe.
Akkor menjünk vissza a turizmusra. Ugye a gazdaság ebben meghatározó szerepe van ennek az ágazatnak. Sümeg egész jól áll ezzel kapcsolatban, viszont óriási a konkurencia, a verseny ezen a piacon. Mi az, amit ennek a térségnek tennie kell? Sümeg gyönyörű adottságokkal rendelkezik. Csodálatos a vár, csodálatos a környék, és maga a történelmi múlt, ami Sümeget egy gyönyörű városá teszi. Én nagyon szeretek Sümegen lenni, és nagyon szeretek Sümegen sétálni, és történelem tanárként is mindig az volt a vágyam, hogy egy olyan területen, olyan településen dolgozhassak, amelynek ilyen szép reformkori múltja van, mint Sümegnek. Nekem az egyik kedvenc témaköröm a reformkor, tehát ebből a szempontból nagyon örülök, amikor Sümegen járhatok. Mindig arra gondoltam, hogy milyen jó történelem tanárnak lenni egy ilyen településen, mert bármerre lépünk, történelmi eseményekkel, történelmi helyszínekkel találkozunk. Tehát ez az egyik, amire nagyon fontos és nagy hangsúlyt kell fektetni, a turizmus, amit említettem. Jók az adottságok, jó a Balaton közelsége, Tapolca közelsége, Tapolca gyógyvárossá minősítetett. Én azt gondolom, hogy ezeket a lehetőségeket kell kihasználni. Meg kell építeni a Sümeg-Tapolca, illetve a Tapolca és a Badacsony közötti, Balaton közötti kerékpárutat, amire fel lehet fűzni a turizmus jelentős részét, hiszen azok a személyek, azok az emberek, akik a Balatonra érkeznek a nyáron, azok nagyon gyakran külföldi turisták kerékpárral érkeznek, és ha számukra megadjuk a lehetőséget a kerékpáros turizmusra, akkor be tudjuk kapcsolni Sümeget, és be tudjuk kapcsolni Tapolcát is ebbe a térségbe. De további fejlesztéseket is el kell végezni a városban, hiszen tudjuk jól, hogy a mindennapos testneveléssel is olyan lehetőségek nyílnak, amelyek adnak nekünk feladatot. Sümegnek célja, és én támogatom ezt a célt, hogy egy tornaterem, illetve egy tanúszoda is létesüljön, és további turisztikai fejlesztések valósuljanak meg a várban és a vár környékén. Továbbá azt is tudom, hogy Sümegnek nagy céljai vannak a püspöki palota helyreállítása tekintetében. Elindult egy folyamat, és egy 1,5 milliárd forintos támogatási összeg van még arra a célra, hogy ez megvalósuljon. Ha minden igaz, akkor 2015-ben alá lehet írni a szerződést, és 2016-ban elindulhat a renoválási projekt. Tehát akkor kultúra, turizmus és ipar. Így igaz, én azt gondolom, hogy ezek azok a fejlesztések, amelyeket el kell végezni, illetve nem szabad, már beszélgettünk is róla, nem szabad elfeledkezni az egészségügyi fejlesztésről. Ezek azok, amelyek itt komplexen adják, úgy gondolom, a térségnek a feladatait. Köszönjük szépen. Nagyon köszönöm én is a lehetőséget. Vendégünk volt Rég Lajos, a Jobbik képviselőjelöltje, aki programjáról számolt be. Folytassuk a beszélgetést Rég Lajossal, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltjével. Önnek a zászlóján van a Tapolcai Kórháznak az ügye, de a Fidesz is azt mondja, hogy szeretné a betegágyak számát növelni, vagy a kórházat működtetni. Nem fogták ki a szelet az ön vitorlájából? Én úgy gondolom nem. Vissza kell tekinteni egy-két és fél évre, amikor 2012 júniusában megszüntették az aktív osztályokat. Én úgy gondolom, hogy akkor kellett volna ezt a folyamatot felülvizsgálni, nem kampányidőszakban. Én szeretném, hogyha 3 havonta lenne kampányidőszak, mert akkor fellendülhetne az egészségügy, a gazdaság és az idegenforgalom is. A Zombor Gábor államtitkár úr, amit bejelentett, nagyon félrevezethető, lehet hallani azokat a szavakat. Itt például a Matrix osztályra gondolok, ugye sok ember nem érti, hogy az mit jelent, nem mondta el pontosan hány ágyat jelent ez a Matrix osztály, illetve hát a Matrix osztály egy azonos például a belgyógyászat keretein belül, mint krónikus belgyógyászat működik jelen pillanatban a tapolcai belgyógyászat, annak keretében pár aktív ágyat finanszíroznának ez a Matrix osztály. De azt nem mondták el, hogy hány aktív ágy. Azt tudni kell, hogy 2012 előtt a tapolcai belgyógyászat 55 ágyjal rendelkezett. Ez az 55 ágy, ez 100%-os kihasználtság volt. Tehát, hogyha 10-15 ágyat szeretnének ott aktívan üzemeltetni, az nem fedi le a környék lakosságának az egészségügyhöz való jutását. A 24 órás sebészet már régebben is működött, tehát ezt nem kell újraindítani, illetve amit emlegetnek, hogy mögötte az a 10 sebészeti ágy, az egynapos sebészeti ágyról beszélünk, ami szintén már 2010-ben volt, és jelenleg is van, és az egynapos sebészet az nem ugyanaz, mint a sebészeti osztály. Délután 4-kor az altató orvos fogja a kalapját, és elmegy haza. Hogyha újra kell operálni egy beteget, akit aznap operáltak, azt ezután is át kell vinni az ajkai sebészeti osztályra. Én úgy gondolom, hogy azt a funkciót, ami 2012 előtt megvolt a kórháznak, tehát az aktív belgyógyászat,
az aktív sebészeti osztály, azt ugyanúgy vissza kell teljes mértékbe állítani. Azt sem mondták el, hogy ez a 2,3 milliárdos beruházás, ugye ez két részből áll. Az egyik része a tüdőrehabilitációs rész, arra ilyen 700 millió forint összértékű beruházás érkezett, illetve a többi fennmaradó, az a struktúraváltó kórházaknak a felújítása, és az új osztályok megjelenése. Tehát ennek van fenntartási időszaka, azt tudni kell, és ezt a pályázatba vállalták. Én szeretném elérni azt, hogy a kórház visszanyerje régi hírét, illetve a finanszírozást megemelni, mert csak akkor fenntartható egy kórház működése. Lásd Ajkai Kórház, vagy esetleg a Keszthelyi Kórház esetében. Mivel megszűntek itt az aktív ellátások a sebészet és belgyógyászat terén, az Ajkai Kórházba, illetve a Keszthelyi Kórházba megemelkedett az adósságállomány. Ugyanúgy, ahogy megemelkedett természetesen Tapolcán is, mint azt tudjuk. Akkor itt a programmal kicsit egy hadkukacoskodjak. Tehát nyilvánvaló, hogy a támogatások azok a kormánytól fognak jönni. Ön, mint hogyha bekerül a parlamentbe, ellenzéki képviselő, hogyan tudja elérni, hogy mondjuk Tapolcán visszaállítsák a régi állapotot? Nézze, a képviselőnek az a dolga, hogy az ott élők érdekeit képviselje, és én úgy gondolom, hogy nem a képviselőnek kell forrást adni, hanem az itt élőknek. Hogyha a kormány ezt megtagadja, akkor nem a képviselőtől tagadja meg, hanem az itt élőktől. Oké, de hogy tudja átvinni a programot? Kérése, az itt élők kérésével. És ez nem csak állampolgárok, ezek a városvezetők és a falvaknak a vezetőinek a kérése. Hiszen több kistérségi egyeztetésen vagyok túl, például Tapolcán, ahol kifejezett kérése volt az összes város, illetve községvezetőnek, egy az osztályok visszaállítása, illetve, amit ugye nem hangzik el, a járási ügyeleti autó visszaállítása. Az is elmaradt a hírekből, hogy lecsökkentették azt is egy autóra Tapolc és környékén, ami szintén csak hátrányosan érinti az ott lakókat. Szintén a programjában van, hogy a elvándorlást szeretné megakadályozni vagy visszaszorítani, ez viszont szorosan összefügghet a munkahely teremtéssel, ami megint ott van a Fidesz programjában, nemes sajtótájékoztatót tartottak ezzel kapcsolatban az utóbbi időben. Igen, hogyha megfigyeljük, a Fidesz sajtótájékoztatóit általában 5 pontra épül, és ez ezelőtt 2 éve, illetve ezelőtt 4 és 12 éve is ugyanígy volt. Az elvándorlás az egy nagyon kényes téma, főleg itt ebbe a kistérségbe, Sümeg és Tapolca kistérségébe. Ha megnézzük a statisztikai adatokat, 2001 és 2011 között Tapolca kistérsége az országos listán a 4. helyen van. Salgótarján és Dunaújváros előz csak meg minket. Ugye a munkahelyek hiánya okozza egyrészt a fiatalok elvándorlását, és ezért mondom, minden összefügg. Az elmúlt 10 évben nem tudok olyan munkahelyteremtő beruházást mondani itt a környéken, ami 100 fő fölötti munkavállalót biztosított volna mindennapi megélhetésbe. Maradnának a fiatalok egyébként, hogyha mondjuk egy üzem mondjuk szalagot állítana fel, és oda mehetnének dolgozni, vagy a nagyobb jövedelem érdekében mégiscsak kivándorolnának? Mind a két állítása igaz, tehát a magasabb jövedelem miatt mennek ki egyrészt a fiatalok, a másik része az, hogy nincs munka lehetőség. Tegnapi napon Sümeg Prágán voltam, lakossági fórumot tartottam, és az ott élők is elmondták, hogy akár Keszthelyre, tehát Zala megyébe kell átmenniük dolgozni, mert itt a környéken nem tudnak elhelyezkedni. És sajnos ugyanez a helyzet Tapolcán is. Mint mondtam, 10-12 éve olyan beruházás nem létesült, ami a helyi vállalkozókat elősegítette volna, vagy helyi munkaerőt foglalkoztatott volna. Ezért látjuk minden nap, hogy például zalaegerszegi összeszerelő üzembe, mert busszal szállítják innen az itt élőket. Én úgy gondolom, hogy nagyon hátrányos helyzetben van ez a térség, akár hogyha az északi partot is nézzük. Említett, hogy a kampány időszakában mindig sok az ígéret, többek között itt a munkahelyteremtéssel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ez annyira egyszerű lenne, akkor ezt már megtették volna az elődei és más politikusok is. Mi kell ahhoz, hogy mondjuk tényleg munkahelyet teremtsenek itt a térségben? Megfelelő forrás kell. Tehát ezek a kormányzati forrásoknak egy része ugye gazdaságélénkítő. A gazdaságélénkítő forrás az biztosítja a munkahelyek létesítését. El kell mondani, ez is egy nagyon szép adat, és a megyei közgyűlés honlapján megtalálható. 2007 és 2013-as közti időszakban mennyi forrás érkezett a kistérségekbe per főre levetítve. Tapolca kistérsége 230 ezer
per fő, Sümeg kis térsége 358 000 per fő, és mondok egy nagyon nagy adatot, az pedig Balatonfüred, illetve kis térsége, az 1,1 millió. Tehát láthatjuk azt, hogy a kis térségek között mekkora elmaradás van, és úgy érzem, hogy ez a térség, ez a választókerület, én úgy szoktam mondani, hogy Fidesz által sújtott terület, mivel a kevés forrás miatt nem valósulhattak meg azok a beruházások, amelyek munkahelyet teremtettek volna. Minek köszönhető ez az alacsony támogatás, hogy két térség között mondjuk ekkora különbség van? Én úgy gondolom, hogy nagyon gyenge volt a lobby érdeke a képviselő úrnak, az előző képviselőnek, vagy nem törődtek ezzel a térséggel érdembe. Ha megnézzük az utak állapotát, akár az északi parton, akár a déli parton, azért következtetéseket lehet levonni. A déli part infrastruktúrába nagyon ellátott, nagyon jól ellátott, autópályával rendelkezik. A vasúti közlekedése is sokkal-sokkal jobb, mint az északi parton. Vegyük akár a tapolcai Székesfehérvár közti vasúti szakaszt. Tehát mai világban elengedhetetlen az, hogy sőt, megengedhetetlen az, hogy 4,5 óra egy budapesti utazás vasútvonalon. Tehát ön akkor az infrastruktúra fejlesztésére szeretné fordítani a támogatásokat? Így van. Egyrészt, hogyha idegenforgalomba gondolkodunk, akkor az utak állapotának javítása elengedhetetlen. Ha megnézzük a Sümeg térsége útszakaszát, itt a 84-es utat, tehát megbüntetjük azokat a német, illetve osztrák turistákat, akik a Balaton partra szeretnének lemenni, tehát lezögykölődnek. Hogyha még egyszer ők ezt megtennék, hogy eljönnek Magyarországra a Balatonpartra, akkor inkább a déli partot választják, ami szintén megközelíthető, és nagyon jó állapotú utakkal rendelkezik. Megint azt veszük, hogy ön bekerül a parlamentbe, akkor egy erős lobby által ezeket a forrásokat meg lehet nyerni, hiszen hogyha most megint visszakanyarodunk a Fidesz sajtótájékoztatóihoz, akkor azt hallhatjuk, hogy az uniós támogatások most fognak érkezni. Tehát tulajdonképpen az egyik az, hogy kell egy meghatározó személy ezekhez az összegekhez, vagy egyébként bárki fog itt ülni, úgy is jönni fog ez az összeg, mert az unió adja. Ez az összeg biztos, tehát a mi adatokat elmondtam, ez teljesen magáért beszélt, tehát ennél kevesebb forráshoz ez a térség nem jutott volna, ennél csak több jöhet ide. Én úgy gondolom, és még egyszer elmondom, hogy nem a képviselőnek adják a támogatási forrást, hanem a térségnek. De a képviselőnek kell kiharcolnia, ahogy mondta, tehát a lobby kell hozzá. Így van. Akkor visszaadom a labdát önnek, hogy jobban megértsék a tévénézők is. Voltak a struktúraváltó kórházak. 24 kórház volt, 32 olyan kórház volt, ami struktúraváltó volt. A lobby érdek tekintetében maradt 12. Tehát ez magáért beszél, ez is ez az adat. Én úgy gondolom, hogy ha ez a térség megérett a fejlődése, és a kormánynak a programjában is szerepel a munkahelyteremtés, akkor a térség több forráshoz fog jutni. Nem engem büntet, még egyszer mondom, hanem a térséget, hogyha nem adja ide ezt a forrást, ami elengedhetetlen, hogy ez a térség mind gazdaságilag, mind az idegenforgalomba egy emelkedő pályára kerüljön. Köszönjük szépen! Én köszönöm! Stúdiónkban Pat Ferenc, a Magyar Szocialista Párt képviselőjelöltjével beszélgettünk politikai programjáról. Folytassuk a beszélgetést Pat Ferenccel, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjelöltjével. Amikor az MSZP-t tartotta a frakciülését, utána Tóbiás József elnök a sajtótájékoztatón azt mondta, azt emelte ki, hogy a ön nyer, az tulajdonképpen a Fidesz bukását jelenti. Ekkora jelentősége van ennek az egy helynek a parlamentben? Tóbiás úr azért emelte ezt így ki, mert úgy gondoljuk, hogy elindult egy folyamat az országba. Az emberek értékítéletet akarnak mondani az elmúlt 5 év teljesítményéről, és ha az én sikeres választásom április 12-e után meg fog történni, az mindenképpen azt fogja erősíteni, hogy ebbe az országba a népnek elege van már a Fideszből, és elege van ebből a kormányból, és valami más, valami újat akar. Az előző veszprémi választás az önnek egy megmutató voksolás volt, vagy eredmény? Abból a szempontból igen, hogy a nagy kétharmad, ha úgy tetszik, megszűnt a parlamentben, és mindenképpen
bár a Fidesznek maradt egy nagyon markáns többség a parlamentben, tehát alapvetően a kormányzási feladatát most is el tudja látni, de mindenképpen azt jelenti, hogy már az olyan jellegű törvényeket, mint például a választási törvény átszabása, ami a korábbi időszakban gyakorlat volt a Fidesznél, most már nem nagyon tudja megcsinálni. Szintén itt a sajtótájékoztatón hangzott el, hogy szeretnék a lakosság véleményét kikérni a vasárnapi nyitvatartással kapcsolatban. Ez tényleg annyira kardinális kérdés, ez az üzletetnek a nyitvatartása vasárnap? Hát ugye azóta kiderült, hogy volt hatástanulmány ebbe a témába, és nemrég hallottam egy ilyen szociálpszichológusnak ebbe a tárgyba tett felmérését vagy értekezését, és az embereknek a hétvégi plázajárás vagy bevásárló központjárás már életformává vált, és nem pejoratíve. A magánvéleményem az, hogy nem kell korlátozni az embereket, hadd döntsék el ők maguk, hogy mit akarnak csinálni, és hogyan akarják csinálni a hétvégi programjaikat. Rendkívül álszentnek tartom a KDNP-nek azt az érvelését, hogy a családi életet lehet ezzel a törvénnyel elősegíteni, és hát jobbá tenni. Én úgy gondolom, ahhoz nem kell törvény, hogy valaki a családját szeresse, összetartsa és egybefogja, ezt anélkül is megcsinálják, hogy a KDNP ezt ilyen indirekt módon kívánja hát erőltetni. Azt tudom egyébként, hogy ön járta itt a térséget, a környéket. Beszéltek erről az emberekről, hogy hogyan érint őket, igazából érinti-e őket? Igen, most már több hétvégét töltöttünk ilyen nagy bevásárló központok előterébe, környezetébe, és valóban csináltunk egy nem reprezentatív felmérést, hogy viszonyulnak ehhez a dologhoz az emberek, és én úgy gondolom, hogy még a kormány hatástanulmányánál is nagyobb arányban inkább a nyitvatartás mellett döntenének az emberek. Lehet ez egy buktatója mondjuk a Fidesznek? Hát azt gondolom, ez még nem, de ez egy tégla ebből a falból, hogy kikerüljön. Inkább úgy gondolom, hogy ez már így összességében lehet buktató, mint például a Questor ügy, ami talán markánsabb kérdés, és a körzetet járva én valóban találkozom olyan emberekkel, akik életük megtakarításait látják veszni most. Ez talán még sokkal erőteljesebben fog megjelenni ebbe a folyamatba. Tehát akkor a térségben is találtok olyan személyek, akik károsulttá váltak. Igen. Meghatározva egyébként a számuk? Az MSZP irodáiban most már meghaladja az ezret ezeknek az embereknek, akik jelentkeztek. Mi nem gyűjtünk személyes adatokat, de regisztráljuk, hogy valakik a büntető feljelentést megtettek, amit kezdeményezőként mi magunk indítottunk el a veszprémi sajtótájékoztatónkkal most már 2,5 héttel ezelőtt, és azt látjuk, hogy most már nagyon sokan bekapcsolódtak ebbe a mozgalomba, más baloldali pártok, civil szervezetek, ügyvédi társaságok vagy ügyvédi irodák, és én örülök neki, mert úgy gondolom, hogy minél többen bekapcsolódnak ebbe a folyamatba, annál nagyobb az esélye annak, hogy ezek az emberek pénzükhöz jussanak, visszakapják a megtakarításaikat. Sikerül ezeknek az embereknek a pénzüket visszaadni függetlenül attól mondjuk, hogy ön bejut a parlamentbe, vagy sem? Az elejét nem értettem. Sikerül majd ezeknek az embereknek visszaadni a pénzüket függetlenül attól mondjuk, hogy ön bejut a parlamentbe, vagy sem? Én szerintem ez nem attól függ, hogy én bejutok a parlamentbe, vagy nem, és inkább büszkeségnek érzem, hogy egyik kezdeményezője lehetek ennek a folyamatnak. Nem hiszem, hogy a kettő összekapcsolható. Én függetlenül attól azt remélem, hogy visszakapják az emberek. Szintén Tóbiás József említette meg itt a frakcióssal kapcsolatban, hogy beszéltek a térség problémáiról. Amikor kérdeztük, akkor viszont nagy általánosságban beszélt. Mennyire tudta tolmácsolni az MSZP vezetésének, hogy milyen hiányosságok vannak itt a térségben, és mire lenne szükség? A térség, most ez a 3 nagy számú választókerület, 73 ezer főn és több választót vagy lakost jelent. 4 pólusú, hogyha én jól gondolom, illetve így látom, hogy 4 pólusú. Egyik Ajka a maga ipari jellegével, a másik Tapolca, és talán a harmadik Sümeg, és akkor még ide sorolható a negyedik város, ugye Badacsony-Tomaj és környéke, a Balatonfelvidéki falvakkal együtt. A 3 vagy a 4 pólusnak eltérő specialitásai vannak, de alapvetően összefügg
mindegyiknél egy alapvető kardinális kérdés a munkahelyteremtés és a foglalkoztatottság. Sümeg térségében rendkívül alacsony a foglalkoztatottság. A januári munkanélküli adatok 9% körüli értéket mutatnak Sümeg járásban. Tapolcán ez egy kicsit kedvezőbb, és Ajkán a legkedvezőbb, ahol 3% körül ez az érték. Ez egyébként nekem pontosan ajkaiként azt a lehetőséget kínálja fel, hogy ajkai módszereket ide Sümeg térségébe adaptálni lehet. Nem csak adaptálni, hanem ajka akár munkaadóként is megjelenhet a Sümeg térségében lévő munkanélküliek számára. Megfelelő infrastruktúra, ebben az esetben a közlekedést értem alatt a kialakításával, nem kizárt, hogy Sümegről oda emberek járjanak. Vagy ajka térségéből ide a Sümeg ipari parkba esetleg valamilyen tevékenységet, valamilyen foglalkoztatási tevékenységet áthozzunk, valamilyen vállalkozásnak részeként. Munkahelyteremtéssel kapcsolatban nagyon-nagyon sokan mondják, hogy munkahelyeket kell létrehozni, munkahelyeket kell teremteni. Nagy általánosságban elhangzik, viszont konkrétum nincs mögötte. Viszont ő mondja, hogy ajkai módszereket adoptálna itt mondjuk akár Sümegnél, hogyha 2-3-at hallhatnának belőle a választópolgárok, hogy tudják, hogy ez számunkra megfelelő vagy sem. Utamunkába program. Ez ajkai, ez egy program, amit önkormányzati képviselőként is, mert én ajka önkormányzati képviselő is vagyok, részt veszek ezekbe a dolgokba, és azt gondolom, hogy az a módszer, amit az ajka város önkormányzata ebbe tesz, hogy adó kedvezményeket ad a vállalkozásoknak új munkahelyek teremtésébe, ezt többféle címen is megteszi, vagy együttműködési klasztereket hoz létre, mint Ajkán történt, autóipari beszállítóknál igaz, ez most Sümegen ez egy kicsit nehezebb lenne létrehozni, de nem kizárt. És olyan típusú támogatásokat, hogy az iskola, tehát a foglalkoztatáshoz az is kell, hogy megfelelő szakmájú emberek legyenek. Ha nincs olyan szintű szakma, vagy olyan képzettség, ami egy adott vállalkozásnak szükséges, akkor nem települ oda abba a térségbe vállalkozás. Tehát Ajka például a szakképzés és a felsőfokú képzés esetében is támogatást ad a városban lévő fiataloknak, hogy meg kialakuljon az a szakembergárda, ami az ottani vállalkozások részére szükséges. Ilyen módszerekre gondolok. Sümegen az egyik, meg az ipari partnak a kialakítása, és hogy ide befektetőket találjanak, tudna esetleg itt Sümegen ebbe segíteni? Hát ez nem, ha április 12-én bizalmat kapok a választóktól, akkor elsőrendű feladatomnak fogom ezt érezni. Az biztos, hogy ebben az esetben az egyik legfontosabb dolog, hogyha valahol van egy kereslet, itt pedig a lehetőség, amit én kínálatként határozok meg, ezt a kettőt összekapcsolni és összehozni. És olyan pályázati pénzek, pályázati forrásokat megtalálni, parlamenti képviselőként ez sokkal könnyebb, hiszen az ember ott mozog abba a térbe, a minisztérium környezetébe, hogy ezeket a pályázati forrásokat idehozni. Egyedül ez nem megy, tehát be kell avatni a helyieket, az itteni önkormányzatot és a civil szervezeteket. Én úgy gondolom, hogy április 12-e után, ha képviselő leszek, én nem annak a résznek leszek, vagy azoknak leszek a képviselői, akik megválasztottak, hanem mind a 73 ezer emberé, legyen az bármilyen szimpátiájuk. Mondta, hogy járják a településeket, beszélgetnek az emberekkel. Sümeg környékén, Sümegnél mi az, amit elvárnának öntől, mi az, amit elmondtak önnek itt az emberek? Valóban megkezdtük a héten a Sümeg környéki falvak járását. Most is éppen onnan jövök, Bazsi és Sümeg Prága térségében jártam. Nagyon értelmes kezdeményezéseket látok. Általában a falvaknál jellemző az, hogy mindegyik önkormányzat foglalkoztat közmunkásokat. De még az egyik faluban általában olyan típusú munkát végeznek, ami nem véletlen okozza azt a képzetet, hogy felesleges munkát végeznek,
vagy inkább csak időt töltenek. Vannak nagyon értelmes kezdeményezések, ahol hasznos tevékenységet, az önellátást elősegítik. És ezeknek a módszereknek az elterjesztése a többi helyen, ez például egy nagyon jó feladat lenne. De ugyancsak azt látom, hogy nagyon sokan ebben a térségben mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak, őstermelők, és odáig jut a folyamat általában, hogy a termék előállítódik, jelenleg zömmel helyben fogyasztják el az emberek, helyben értékesítik, de távolabbi piacoknak a megkeresésével, és itt mondom például a Badacsony-Tomas térsége, ugye a Balaton felvidékhez tartozik, természetvédelmi terület, ott kevésbé van, inkább a szőlészet borászata jellemző tevékenység. Például a két területet össze lehetne kapcsolni, hogy itt megtermelik az élelmiszereket, ott pedig nem beszélve arról, hogyha szezonális dolog van, ugye nyár, akkor ott meg két-háromszorozódik a lakosság száma, tehát ez kvázi egy óriási felvevő piacként jelentkezhet azon a részen. Tehát ezt a fajta egyeztetést, ezt a fajta összekapcsolást igen komoly feladatnak tartom, mint egy leendő országgyűlési képviselőnek, vagy majd a képviselőként. Köszönjük szépen! Szívesen! A stúdiónk vendége még mindig Pat Ferenc, viszont csatlakozott hozzánk Komját Imre, a közmunkás szakszervezet társelnöke. Ugye itt a településeket járva elmondta nekünk, hogy beszélgetett az emberekkel, polgármesterekkel a közmunkaprogramról. Mi volt a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Azt veszem észre a falvakat járva, hogy mindenütt fontos dolognak tartják a közmunkás programot, a közmunkás foglalkoztatottságot. Elsősorban azért, mert más munkalehetőség kevés van, illetve nincs elégséges. Jó dolognak tartom, függetlenül attól, hogy erről milyen vélemények jelentek már meg, és azt gondolom, hogy a közmunkaprogramnak egy olyan típusú munka, foglalkoztatásnak kellene lenni, amelyik, ha ezt nevezhetjük másodlagos munkaerőpiacnak, amelyik sikerrel vezetné vissza az embereket az elsődleges munkaerőpiacra. Ez viszont az kell, hogy hasznos tevékenységeket tudjanak az embereknek adni, hasznos, értelmes tevékenységeket. Az előbbi beszélgetésünkben már jeleztem, hogy erre látok nagyon jó példákat, de látom olyat is, ahol nem igazán sikerült eltalálni ezt a dolgot. Tehát a közmunkás, közmunka foglalkoztatottságot, vagy közmunkát én elfogadhatónak tartom, de azt szeretném elérni, és a parlamenti képviseletem során is az, hogy igyekezzünk, főleg ahol ez az egyetlen jövedelemszerző forrás, olyan foglalkoztatási formákat odavinni, ahol mint elsődleges munkaerőpiaci foglalkoztatás jelenik meg. De ez valószínűleg akkor az kell, hogy munkahelyeket teremtsenek az adott területen. Természetesen. Tehát a kettő szorosan összefügg. Komját Imre viszont tette egy ígéretet, hogyha Pat Ferenc úr bekerül a parlamentbe, akkor tulajdonképpen egy együttműködési megállapodást írnak alá. Miért van erre szükség, vagy milyen jelentősége van ennek? Mint Pat Ferenc említette, a közmunka fontos, de mi inkább úgy fogalmazunk, hogy egy szükséges rossz. Az lenne a legjobb megoldás, hogyha minél több munkahely jönne létre, és a tisztességes munkáért, tisztességes bért is adnának az embereknek. Szerintem ez lehet az elsődleges cél. De amíg ez nem tud megvalósulni, addig marad a közmunka, viszont a közmunkás szakszervezet elsősorban azért jött létre, mert azt láttuk, hogy senki nem képviseli a közmunkások érdekeit, nem ugyanazok a törvények, nem ugyanazok a szabályok érvényesek rá, mint a piacon dolgozók számára. És az első és legfontosabb követelésünk az az volt, hogy ugyanúgy kapják meg a minimálbért, mint a piacon dolgozók. De ez a minimálbér, ez legyen egyenértékű a létminimummal. Mert ez valahogy nem jön össze, ez józan parasztészel végig gondolva sem, hogy van egy létminimum, és közben a minimálbér az meg az alatt van. De még egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a tűzre való munkatörvénykönyvét, ezt minél hamarabb dobjuk is tűzre, és egy olyan munkatörvénykönyvét hozzunk létre közösen, szakszervezetekkel, pártokkal, amelyek valóban a dolgozó embereket, a melósokat képviselik, és nem pedig a kis ákmányoló tőkéseket.
és hogy miért fontos számunkra Pat Ferenc személye. A közmunkás szakszervezet három éhségmenetet is indított, és a kormány válasza az cinikus kioktatás volt, hogy hogyan lehet megélni 47 ezer forintból, egy kis kecsketartásra és gombaszedéssel megspékelve, és mindezt vicceskedő államtitkárok által prezentálva. Nem hallgatták meg a követeléseinket, ezért úgy döntöttünk, hogy minél több szövetségest gyűjtünk magunk köré. Ezek szövetséges szervezetek, szakszervezetek, illetve olyan emberek, mint Pat Ferenc is, aki érti a mi beszédünket, érti a mi nyelvünket, és kellő szakmaiság és tapasztalata is van ehhez. Pat Ferenc úgy gondoljuk, hogy egy ilyen ember, szakszervezeti vezető, jó magam is több mint 10 évig szakszervezeti vezető voltam, jelenleg is űzöm ezt a iparágat, mind a mellett, hogy vegyipari szakmunkás vagyok 30 éve. És Pat Ferencben azt az embert látjuk még, aki erősíteni tudja a parlamentben a mi szavunkat, a mi követeléseinknek hangot tud adni. Illetve, hogyha jól látjuk, azért is fontos még, hogy ő bekerüljön a parlamentbe, mert a veszprémi kétharmad megdöntése az csak az első lépés volt, de a Jobbik rendszeresen kisegíti a parlamentben a Fideszt, ezért szükséges az, hogy minél több olyan képviselő kerüljön be, aki ezt meg tudja akadályozni. Úgyhogy Pat Ferenc a mi emberünk, és ezért döntöttünk úgy, hogy egy együttműködési megállapodást kötünk vele, és egy újabb szövetségest fogunk a közmunkás szakszervezet mellé állítani, aki elviszi a mi hangunkat a parlamentbe, és képviseli a követeléseinket. Bárki nyeri meg ezt az áprilisi választást, közmunkások lesznek. Esetleg nem gondolkoztak azon, hogy más jelöltekkel is mondjuk egy ilyen együttműködési megállapodást aláírjanak? Azért nem, mert azt tapasztaltuk, hogy igazán mi olyan embereket keresünk, akinek kellő szakmaisága is van ehhez, és erre tökéletesen megfelel Pat Ferenc, mert szakszervezeti vezető, érti, neki nem kell hosszasan magyarázni azt, hogy mi miről beszélünk, érti, van hozzá tudása, és van hozzá akarata is. És az utána is, hogyha jól tudom, akkor itt már meg is fogják nálunk ejteni. Így van. Meg is kérném akkor képviselő jelöltet, hogy írjuk alá. Imre, köszönöm szépen, megtiszteltetésnek veszem, hogy támogattok, és hogy a közmunkásokat tudom a parlamentbe képviselni siker esetén. Pedig örülünk, hogy egy újabb szövetséget tudhatunk magunk mellett. Sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm szépen. Ha jól tudom, akkor nem csak az eszervezet kérte fel, több is ön mögött áll. Én már több mint 40 éve szakszervezeti vezetőként, illetve hát az elejétől kezdve eljutva országos szakszervezeti vezetőjéként dolgozom, a bérből és fizetésből élők ért, és a korábbi időszakban is volt szakszervezeti vezető mindig a parlamentben, az utóbbi 10 évben sajnos ez nem sikerült, különféle okok miatt, és a többi szakszervezet ki úgy szintén támogatja a jelölésemet, mint a Magyar a Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, vagy a Magyar Szakszervezeti Szövetség, de ide sorolom a Szolidaritás Szakszervezeti Szövetséget, és természetesen a Közmunkás Szakszervezetet is. Azért támogatják ezt a munkát, mert az utóbbi időkben érdekegyeztetés, valós érdekegyeztetés a parlamentben nem folyt. 2010 előtt még legalább volt egy országos érdekegyeztető tanács, ahol a kormánnyal szemben, vagy a kormány előtt meg lehetett jeleníteni azokat a problémákat, amik a bérből és fizetésből élőket sújtják, érdeklik. Ilyen például a munkatörvénykönyvvel kapcsolatos változás. A 2012-ben bevezetett munkatörvénykönyv valóban a szemétdombra való, hiszen az aláírói közül csak a Liga szakszervezetet említem, vezetője is azt mondta, hogy legalább 250 ponton meg kell változtatni ezt a munkatörvénykönyvet. Hát annyi van bent, akkor gyakorlatilag egy új munkatörvénykönyvét kell írni, és az egyik ilyen feladatom az lesz, hogy a parlamentben megjelenítsem, és próbáljam elérni, hogy induljon el egy folyamat, és legyen egy a munkavállalók érdekei valósan megjelenítő munkatörvénykönyv készüljön. Köszönjük szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Most az Infotelevízió nézői egy rövid összefoglalót láthatnak a múlt heti Sümegvárosi testületi ülésről.
A képviselők a legutóbbi ülésen többek között tárgyaltak a 2014. évi költségvetés módosításáról, a 2015. évi közbeszerzési tervekről és gazdasági programokról. Következő napirendi pontunk civil szervezetek támogatására tervezett 2015. évi keretösszeg felosztása. Korábban már döntött a testület, illetve a költségvetés tárgyalásánál és elfogadásával döntött a testület arról, hogy tulajdonképpen a Röplabda Egyesület, a Sümegvárosi Sport Egyesület és a Sümeg Püspöki Palotáért Közalapítvány egy ilyen keretet állapít meg, illetve még ide tesszük a Sümegvárosi Közalapítványnak azt a bizonyos keretét, amivel kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy a kisebb civil szervezetek, alapítványok ne az önkormányzathoz, a képviselő testülethez forduljanak a támogatási igényeikkel, kérvényeikkel, amelyek általában akár néhány tízezer vagy néhány százezer forintos összegek, hanem a Sümegvárosi Közalapítvány kuratóriummal döntsön ezekről, és itt állapítottunk meg egy keret összeget, ami tulajdonképpen 12,5 millió forint, tehát 13 millió forint, de ebből már felhasználásra több százezer forint. Ennek a keretnek a pontos felosztásáról kellene most döntenünk, hiszen itt van március vége, és nyilván az érintett egyesületek, főleg a sportegyesületekről van szó. Szeretnénk tudni, hogy mivel gazdálkodhatnak 2015-ös évben. Gazdasági Bizottság tárgyalt, amivel adom a szóként. Köszönöm, tisztelt polgármester úr, képviselőtestület! Önkormányzatnak nagyon fontos, hogy a városban működő civil szervezetek minél szélesebb körbe kifejthessék a tevékenységüket, ehhez természetesen forrásra van szükségük, és ebben a forráskörben mindenképpen számításba veszik, hogy az önkormányzat is járuljon hozzá a működtetésükhöz. Hát a város önkormányzatának a költségvetése meglehetősen szűkös, és ahogy tisztelt polgármester úr is jelezte, nem akkora keret áll rendelkezésre, mint amekkora igény lenne adott esetben a civil szervezetek részéről a 2015 évi működésük támogatásához, anyagi forrás biztosítására. A Gazdasági Bizottság tárgyalta a civil szervezetek 2015 évi támogatását, és a költségvetésben rendelkezésre álló 12 millió 500 ezer forintos keretből a Sümegi Püspöki Palotáért Közalapítvány támogatását leszámítva, amelyre kötelezettségvállalás történt már, 2 millió 500 ezer forint összeg nagyságrendben a 10 millió forint rendelkezésre álló forrást három civil szervezetnél, két sportegyesületnél és a Sümegvárosért Közalapítványnál az alábbi arányszámok meghatározásával javasoljuk a tisztelt képviselőtestületnek elfogadni. A Sümegvárosi Sportegyesület támogatását 2015 évre 5 millió forint összegben javasoljuk meghatározni. A Sümeg Röplabda Egyesület 2015 évi támogatását 3 millió forint összegben javasoljuk meghatározni, és a Sümegvárosért Közalapítvány rendelkezési körébe javaslunk 2 millió forint összeget biztosítani azzal, hogy egy szabályozott keretben a közalapítvány dönthessen a többi civil szervezet támogatásáról. Javasoljuk a képviselőtestületnek, hogy a Püspöki Palotáért Közalapítványnál a szükséges, tehát a 2015 évre kötelezettségvállalás alapján beállított 2 millió 500 ezer forint felhasználásnak a szükségszerűségét és ennek lehetősége esetén annak felszabadítását és a civil szervezetek támogatási keretének a megemelését vizsgálja felül,
valamint javaslat hangzott el a Gazdasági Bizottság ülésén arról, hogy mivel tiszteletdíjat nem veszünk fel képviselőként, ezért a megtakarított összeg egy része kerüljön beállításra a civil szervezetek 2015 évi támogatására. A Gazdasági Bizottság javaslata ez a képviselőtestület felé. Köszönöm szépen, elnök úr! Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Igen. Én azt szeretném kérdezni a jegyzőasszonytól, hogy Sümegen mennyi a bejegyzett alapítvány, vagy pedig civil szervezet egyesület? Nem tudom megmondani, ugye bíróság vezeti a nyilvántartást erről. Igazából három közalapítványa van a testületnek, ezt tudom, az egyesületekről lehet, hogy Lívia többet tud mondani a könyvelés miatt, de nem tudom megmondani, hogy a bejegyzett egyesület és alapítvány van a városban. Értem, akkor megkérdezném én. Azokból tudok információt adni, akiket valóban mi könyvelünk, az megközelíti a hosszas darabszámot. Ebben nincsen benne mindenki, mert van olyan civil szervezet, aki nem nálunk van. Alapítvány, egyesület, köztestületi szinten 20-as nagyságrendűen, akikkel mi foglalkozunk. Köszönöm szépen. Annyi kiegészítést, ha megengedtek, hogy igazság szerint vannak olyan civil szerveződések, akik igazából nem jogi szervezetek. Informális, tehát úgy szempontból informális szervezet. Jó, de ez a 20, ez bejegyzett, és működik, aktívabb működik. Olyan is van, aki nem bejegyzett, és működik. És aki, aha, és olyan is van, aki nem bejegyzett. Én csak azért szeretném, hogy ez úgy tisztázódjon, hogy ez akkor összességében Sümeg lakosságát mennyire érinti, hogy éves szinten 2 millió forintot szán arra az önkormányzat, hogy támogassa ezeket az egyesületeket vagy alapítványokat. Ez olyan minimális összeg, hogy ezért egy kuratórium nem kell, hogy felálljon és döntéseket hozzon, mert hogyha van 20 ilyen, aki működik is, mennyit lehet azoknak adni, hogy bármiféle segítség legyen ez számukra. Ezzel szemben meg ott vannak a jótékonysági rendezvényeink, legyen az bál vagy akármi más, amikor meg számítunk ezekre a civil szervezetekre, hogy akkor jöjjenek, és akkor szedjünk össze pénzt erre és arra és amarra. Tehát úgy gondolom, hogy több megbecsülést érdemelnek, mint hogy ennyi legyen egy éves keret, amiből lehetnek gazdálkodni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, Farkas Gyula képviselő. Maximálisan egyetértve a Gazdasági Bizottságnak az a pénzkeret, hogy ez is csak előirányzat idei évre is, mint általában a önkormányzatoknak a pénzügyi működési lehetőségeiből. Én azt szeretném megkérdezni, hogy amit javasol a Gazdasági Bizottság, itt a Püspöki Palota közalapítványával kapcsolatosan, hogy ha most mi ebben döntünk, ha pedig döntsünk, mert tényleg működjenek és működőképesek, most már lassan elmúlik egy negyed év, hogy az ki és milyen formában vizsgálja meg, akkor azt a mondatot olvasom is rövid, hogy javasolja a képviselőtestnek, hogy vizsgáljuk meg a Sümegi Püspöki Palotája közalapítványa lévő munkadíját, hogyan tudnánk megspórolni, hogy azzal kiegészítsék a támogatásokat. Hogy akkor erről konkrétabbat kellene döntenünk, mert hogyha most eldöntjük ezt a keretet, akkor ez majd csak a jövő évre szól, amikor majd újra fogunk ebből az összegről dönteni? Nem, de megadná a szót elnök úrnak. Ugye ez a Gazdasági Bizottság ülésén vetődött fel. Ez a nem rossz számára gondolat, csak én nem értem de most. De amit én ezzel kapcsolatban el tudok mondani, ugye nyilván arról van szó, hogy egy személy van foglalkoztatva a Püspöki Palota alapítványnál. Tehát az ő alkalmazott. Személy, igen, így van, okay. Aki a Püspöki Palotában dolgozik, akinek a munkavévét a Püspöki Palota alapítványon keresztül fizetjük, mondható így is, tehát fogalmazhatjuk meg így is a dolgot. Ugye ez egy személynek a béve, ami nagyjából ekkora összeg éves szinten. Elnök úr tegnap arra gondolt, szerintem, mire lát, erről beszélt, hogy meg kéne vizsgálni annak a lehetőségét, hogy más keretek között legyen foglalkoztatva az a személy, és ez a 2,5 millió forint akkor végül is innen felszabadulna, tehát azt akár el is oszthatnánk a sportegyesületek vagy a civil szervezetek között. Tehát igazából erről van
szó. Én értelek, polgármester úr, meg a logikát is értem, de most, hogyha azt nézzük, hogy ugye nem csak az egy személy van a püspöki voltában, hanem van, hogy mondja, munkakönyves is, aki ugye a te alkalmazásodban van, már a törvény így rendelkezik. Hát hogy ő is munkakönyves, akikről most beszélünk. Én értelek, csak de most... nem az önkormányzatnál van, hanem a püspöki palota alapján. Értelek, én összességében én értem én ezt a logikát, hogy kerüljön legalább egy helyre való kezeléssel, de forintálisan, pénzügyileg nekünk teljesen mindegy most idézőjelben összességében, hogy most ebből a kasszából ide tesszük, oda tesszük, hanem mind elv része lenne, hogy mondjam, logikusabb, hogy nem személyi juttatásos címen vannak ezek a önkormányzat által eldöntött támogatási része, hanem akkor az ilyen címen más formában lehetne felosztani. Amit a képviselőtársam mondott, még csak egy mondat, hogy a civil szervezeteknek a támogatása. Ez egy régi, 25 éve érzett, átgondolt támogatási része. Én csak annyit szeretnék mondani Libolyának, hogy remélem lesz alkalmunk elmenni a testvérvárosainkat meglátogatni. Ők fordítva működnek, mint civil szervezetek. Ők a városokat, a településeket támogatják. El lehet menni Ajtalba, megnézni a sportcsarnokukat, azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket, ott nincs pályázat, unió, meg csemegel, meg állami bácsit lenyújjuk, meg innét onni, hanem ott avval a felelősséggel próbálnak működni, hogy megvan az Ajtal Fest, ott megállapodnak a civil szervezetek, hogy a fél eurós sör az 3 vagy 4 euró lesz mindenhol, és annak a különbözetéből olyan bevételre tesznek szert azokon, amit az Ibolya is mond, hogy adományként, és akkor nem dobozozunk, hanem tényleg ott a fogyasztásból, már több alkalommal volt szerencsém ezen részt venni, és azért is próbálom mindig mondani, hogy ezt a szemléletet kellene egy picit átalakítani, hogy önmagunkat tartsuk el, azért civil szervezet a civil szervezet. Most ez az összeg tényleg nem nagy összeg, de ez a másik, és ez lehet a lengyeleknél, lehet az erdélyeknél, lehet ez a németeknél, abszolút ismeretlen, hogy az önkormányzathoz befizetek adóforintokból még ilyen-olyan címen támogatások jussanak, hanem tényleg úgy kellene összerakni majd a programjainkat, hogy ebben az emlélettel az irányban menjünk továbbiakban, már valóban nem sok, és akkor még az, ami mondatok, hogy közel 20, amikor beszámolók szoktak lenni, van, amikor 34 beszámoló civil szervezetek is vannak, akik nem tartoznak a városhoz, nem itt alapították, hanem amúgy is működnek. Óriási nagy a száma is, és a működésüket meg ugye könnyen meg tudjuk számolni azért az egy kezünkön az aktív civil szervezeteknek a működését. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Megadom a szót a polgármesternek. Köszönöm szépen! Ezt a témát egy kicsit magamra kell, hogy vállaljam, mert az én fejemben fogalmazott meg először, hogy a Palota Kuratórium és a Palota Alapítványnak a jellegű bér keretét át kellene csoportosítani akár a város költségvetésével, mert úgy gondoltam, hogy a Farkas képviselő elmondta, hogy igenis ezeket a civil szervezeteket nekünk nagyon nagy mértékben kell támogatni, és így van benne egy nagyfokú igazságtalanság, bár ez az alapítványnak fel kell ezt a bérköltséget vállalni, és itt nem, sajnos nem spórolásról van szó, és nem a palotában dolgozó személyének a személyével van gond, hanem magával az elvvel. Azzal az elvvel, hogy nekünk a civil szervezeteket, azokat az alapítványokat, amiknek szükségünk van a városi rendezvényre, és valóban előre lehet őket hozni és támogatni, hogy a város működjön, mert ugye már több testületi, előtt is elmondtam, hogy egy város akkor kelet, hogyha ott vannak a civilek, ott vannak a vállalkozók, és ott vannak az önkormányzat, és az önkormányzat. És ebből megfontoltam, mondtam azt, hogy ha ez a 2,5 millió forint plusz az, amit a képviselőtestületi tiszteletdíjunkból fel tudjuk ajánlani, ez már egy nyomós összeg lehet ahhoz, hogy azokat az egyesületeket, amikre nekünk szükség van a rendezvényeinket, támogass. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy igazából Farkas képviselő úrral én ebben a kérdésben egyetértek, amit elmondott, az így igaz, tehát ha nézzünk európai, nyugat-európai példákat, ott tényleg fordítva működik ez a dolog, és sajnos mi, nem mondom, hogy Magyarországon általában, de hogy Csümegen, biztos, hogy egy kicsit fordítva ülünk a lovon. A civil szervezet az valóban azért civil szervezet, mert működik magában is, és egyébként persze én nem mondom azt, hogy ne forduljon adott esetben az önkormányzathoz támogatásért, de még a támogatások felhasználásával kapcsolatban
is szeretném elmondani azt, hogy ez a 2 millió forint egyébként tényleg nem sok. Ugye volt olyan időszak 2010 előtt, amikor szintén ez a módszer működött, hogy a Sümegvárosi Közalapítvány kuratóriumához lehetett pályázni, amikor ennél hát jóval nagyobb összeg volt, ha jól emlékszem, volt 3 millió is, sőt talán még 5 millió is egyszer, de a 2 millió sem kevés, ez az egyik, és a 2 millió forintot úgy fel lehetne használni, hogy az meg többszöröződjön, hiszen még a 2015 időszakban is beszéltünk arról, hogy azt szeretnénk, hogyha ezek a civil szervezetek, alapítványok, egyesületek elsősorban pályázati önerőhöz használnák fel ezeket. És akkor már néhány százezer forintból több millió forintot lehetne, vagy lehetett volna csinálni. Ez annak idején is hát nem nagyon valósult meg, nagyon kevés olyan civil szervezet volt, amelyik valóban erre használta fel, így használta fel. Tehát én is azt mondom, hogy egy jelentős szemléletváltozásra, hozzáállásváltozásra lenne szükség. Most ennyit tudunk adni, 2 millió forintot, és lehet persze ezt mondom kevésnek nevezni, de én azt mondom, hogy ha okosan használják fel, használjuk fel, akkor ez nem is olyan kevés. Igen, a polgármester. Pár mondatot kiegészítésről, hogy már október óta 3-szor összehívjuk a civil szervezetek egyesületeket. Elmondjuk nekik, hogy valóban lesz támogatási pénz, de csak akkor, hogyha az egyesületeknek lesz tagdíja, lesz költségvetése, és ebből a saját tagdíjból, meg ebből a mi támogatásunkból, úgy, ahogy a polgármester is mondta, szinte pénzt tudnak kovácsolni további működésükhöz. És ők ezt elfogadták, és sőt, vannak ugye nekünk olyan egyesületeink, akik jött, vagyis hát már előző olyan civil szerveződés, nem egyesületek, nem alapítványok, nekik, hogy nem tudjuk őket támogatni, csak amelyik hivatalos, hogy vonuljanak be valamelyik meglévő egyesület, különben számszerűen azt hiszem 24 vagy 26 egyesület működik is legyen. Tehát nem kellene működni, még ők működik, de az működjön. Köszönöm szépen. Úgy látom, nincs több hozzászólás, akkor felteszem tehát a határozati javaslatok szavazásra. Csak még egyszer emlékeztetem, hogy az összegek, tehát 5 millió forint a Városi Sport Egyesület részében, 3 millió forint a Sümegi Röplabda Egyesület részében, 2,5 millió forint a Püspöki Palotáért Közalapítvány részében 2015-ös évben, de azzal a kiegészítéssel, amit elnök úr elmondott, hogy megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy ezt az összeget részben vagy egészben hogyan lehetne felszabadítani, és Sümegváros önkormányzata 2 millió forintot biztosít a Sümegváros Közalapítvány részében. Igen, és még az is legyen benne a határozati javaslatban, hogy később döntünk arról, hogy ebből a bizonyos keretből, ami a képviselői tisztelet díjakból áll elő, egy bizonyos összeget, ennek a mértékét, tehát később fogjuk meghatározni, még adott esetben juttatunk a civil szervezeteknek. Polgármester, engedj meg egy pontosítást, hogy a jegyzőkönyvben ezt a képviselőtiszteletdíjat nem javaslom semmiképp sem, hogy jegyzőkönyvben rögzítsük, hanem az önkormányzat által megtervezett tartalékból, jó? Ezt a szót próbáljuk meghasználni a jövőben. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Osztályvezető asszony, tehát aki ezt így elfogadja, ezt kérem visszakértésre jelezni. Igen, ellene, egy ellene, tehát 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk kulturális fesztivál szervezése, pályázat benyitása. Előtegeztést megkapta a tisztelt képviselőtestület, tulajdonképpen itt a Jakab napról, illetve a Jakab nap forrásának az előteremtéséről van szó. Van pályázati lehetőség, amelynek a beadási határideje április 1-e. Erről kéne döntenünk a részleteket, illetve a gazdasági bizottság javaslatát. Köszönöm, tisztelt polgármester úr, képviselőtestület. Egy olyan most már hagyományos programjáról van szó a városnak, amelynek az idei 2015 évi
megtartása is napirenden van a város 2015 évi kulturális programtervébe. Lehetőség szerint, mivel egy jelentős költségű fesztiválról van szó, forrás kiegészítéshez próbálunk jutni, erre most ez a pályázati lehetőség kiváló módot nyújt, és ez alapján ezt a lehetőséget mindenképpen javasoljuk megragadni, mégpedig úgy, ahogy a pályázati feltételben is szerepel, hogy javasoljuk a képviselőtestületnek az április 1-ig történő, határidőben történő pályázat beadását, és a 20% saját forrás biztosítását. Nagyságrendileg arra van reális esély, hogy 3 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphat előreállhatólag az önkormányzat a támogatási keretből, és ehhez a 20%-os saját forrást igénybe véve, vagy számolva 600 000 forint saját forrásra van szükség. Ez mindenképpen fontos, hogy megtörténjen a jakabnapok megvalósítása kapcsán, és ennek eléréséhez kérjük a pályázat benyújtását, és a 80 000 forint pályázati díj megfizetését is javasoljuk a képviselőtestületnek. A gazdasági bizottságnak ez a javaslata. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Oktatási és Sportbizottság is tárgyalta. Az Oktatási és Kulturális Sportbizottság egyhangulag javasolja a pályázat benyújtását, a határozati javaslatban foglaltak szerint. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, lehet, hogy csak értetlen vagyok, de itt, amit olvasok a határozati javaslatban, ez a név, hogy a fennmaradó 2 millió forintot Sümegváros önkormányzata 2015 évi költségvetését önerőként biztosítja. Jól értem, hogy ez az önerő? Na most akkor egy kétnapos jakabnapi rendezvényre a Sümegváros önkormányzata 2 millió forintot önerőből felajánl, ezzel szemben a civil szervezeteknek egész évre adnak, hogy 20 nap a működőnek ugyanúgy 2 milliót. Köszönöm. Így van. Képviselő asszony, ahogy előző napi rendi pontnál is, Farkas képviselő úr is, a polgármester úr is, meg én is elmondtam, azért ez két különböző dolog szerintem, tehát nem nagyon lehet összehasonlítani a jakabnap szervezését a sümegi civil szervezetek támogatásával, a sümegi civil szervezetek olyan szervezetek, amelyek úgy jöttek létre, hogy valamilyen céllal, és gyakorlatilag saját költségvetésből működnek, elméletileg ők el kéne, hogy tartsák magukat, és hogyha jelentkeznek az önkormányzatnál különböző támogatásokért, akkor az önkormányzat a lehetőségeikhez mérten támogatja őket. A jakabnap pedig az a kategória, amely a gazdaságfejlesztés, azon belül pedig a turizmus fejlesztésében illeszkedik bele. Nagyon sokat beszéltünk már tavaly is, meg eddig egyáltalán arról, hogy milyen fontos Sümegvárosa szempontjából a gazdaság és azon belül kifejezetten a turizmus fejlesztése, a belváros turizmusának pedig egy kiemelkedő eseménye, immár több mint egy évtizede a Jakab nap. És ez az idei Jakab nap nagyon remélem legalábbis, hogy valóban egy olyan minimum kétnapos, de lehet, hogy háromnapos rendezvény lesz, amely végre tényleg tömegeket fog vonzani, vagy elnézést, tehát visszaadom volna tényleget. Eddig is voltak nagyon jó sikerült jakabnapok, ahol nagyon sok részvevő volt, de én remélem, hogy az idei csúcsot fog dönteni, fogalmazunk itt. És az, hogyha, tehát az a tökegvésünk, hogy feltörgessük Sümeg belvárosának az idegenforgalmát, ezt nem várhatjuk csak a sürgalomból, tehát erre áldozni is kell, és én úgy gondolom, hogy nagyon hatékony módja annak, hogy valóban egy igazi nagy fesztivált szervezünk, hogyha kihasználjuk a pályázati lehetőségeket, amiből egyébként a civil szervezetekkel kapcsolatban is pontosan beszéltem. Itt 2 millió forint, hozzáteszem, hogy a jakabnapra eleve biztosítottunk most idén talán először önálló keretet a költségvetésben. Hogyha ezt a keretet úgy használjuk fel, hogy ez multiplikálja magát, tehát mondjuk a 2 millió forintból lesz 10 millió forintunk, tehát én nagyon hasznosnak tartom egyrészt a pályázatot, másrészt pedig ennek a 2 millió forintnak a felhasználását. Köszönöm.
Köszönöm szépen, megadom a tekintetre, hogy megszépen. Én figyeltem Ivójának is, és Bélának is a hozzászólását, és mind a kettő nagyon érdekes és izgalmas. Az ájtányi példa, amikor arról beszéltél, és a civil szervezeteknek való kutatás. Mi van akkor, ha a fajakatlak esetén abban gondolkodunk, hogy itt bevételre is tegyük szert. Azok a bevételek, amik gyakorlatnak a színvonalán, és ha még tudunk olyan bevételre szertetni, olyan összeget képezni, ami aztán szóba kerülhet később, hogy bármire még hozzágondolva azt az alapot is, amit a képviselői tiszteletben voltál. Amikor arra van lehetőség, hogy valamilyen bevételre tegyük szert, akkor ezt vizsgáljuk meg, és akkor tényleg az sör, vagy a bor, vagy a akármi, akkor azt mondjuk, hogy annak ennyi az ára, ennyibe kerül, kinek engedélyezünk, kinek nem engedélyezünk. Ezzel kicsit foglalkozni kellene a szervező bizottságnak. Igen, akkor már most köszönöm szépen. Három vagy talán négy éve részt veszek a jogomok szervezésében, és mindig arra törekedtünk, hogy bevételszerző tevékenység is legyen benne. Volt a koárosítása a bevételszerző tevékenység, meg volt egy jótékonysági része, amivel szintén mindig jó kis összeg befolyt, és akkor ebből mindig támogatunk valamit, így lehet a civil szervezetet is támogatni, és még Ivójának azért azt elmondom, hogy az előbbi napirendi pontban azon dolgoztunk, hogy a civil szervezetek minél többet kapjanak. Volt egy ellenszavazatunk. Ezen dolgoztam. Nem értettem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És köszönöm. Van-e még hozzászólás kérdés? Ha nincs, akkor fel... Igen, én még annyit szeretnék hozzátenni, ez most azt, amit azt mondtam, hogy itt 2 millió forint az önrészező, ez nem, tehát nem az volt ennek a lényeg, hogy én azt mondom, hogy erre nincs szükség. Tehát én azt mondom, Értem, hogy összehasonlítva azt mondom, hogy ez léptékben egész más kategória egyértelműen. Nem arról van szó, hogy én ellenzem a Jakabnakokat, csak hogy ez összegszerűen az egyik ennyi, a másik annyi, és akkor tömegét tekintve meg azért milyen különbségek vannak. Tehát ez volt a lényege neki. Magát a programot én nem ellenzem. Jó, köszönöm. Persze, igen. Még egy mondatot menne fellelkesülve az ájtáni példán. Hoznám a Sümegi Végvárnapokat, most már talán 20. vagy 21. végvári napok lesz, úgy tudom, hogy ez is városi rendezvény. A 21. Sümeg végvári napok, és ugyanezt történik a Sümeg végvári napokon is, hogy igyekszünk bevételre szert tenni, ami fedezi a költségeket, kiadásokat, mert nagyon sok éven keresztül még csak pályázati lehetőség sem volt, és mégis való életben tartottuk, de egyszer le kellett gyártani a jelmezeket, egyszer meg kellett venni a lovakat, egyszer a bizonyos költségeket ki kellett fizetni, a béreket, és akkor utána mindétől kezdve azért ettől mindig valamiféle nyereséget elbírunk, amit aztán valami más célra nyilván föl tudunk használni, és azt mondom, hogy a Jakabnak is, hogyha olyan sok mennyéget elmérünk, ami elég soha nem volt, akkor reméljünk ettől tisztes nyereséget is. És ügyes lesz a szervező bizottság, hogyha lehet, akkor én szívesen részt veszek a szervező a munkájában, mint aki egyébként tevékenyen is részt vesz a lovas programokkal és egyemekkel. Köszönöm szépen, és tényleg csak Imre, Béla, elnézést. Jó, nyugodtan mondja csak. Mondja csak. Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez megint egy lehetőség a városnak. Röviden 2 millió forintért kapunk 8 milliót. De még csak lehetőség, már hiába pályázunk 10-re, lehet, hogy csak megint 3 vagy 5-öt kapunk, annak a 20%-a már csak annyi lesz, és ilyen dologban Ivójának is próbálom mondani, hogy én mindig is az ilyet két kézzel szoktam szavazni, mert a 80% az adomány pluszba az mindig többet jelent, mint a 20-at fektetünk be érte, belőle. Ezt soha nem szoktuk megkapni sem, pontosan azért nem aggáltam tennek a bizottság ülésen sem, mert van ennek realitása, mert van, amikor 2-3 napos rendezvényeket 20-30 millió forintokért csinálnak itt a nem messze lévő települések. Mi tényleg ebből mindig a maximumot szoktuk kihozni, az egyesületekkel, a civil szervezetekkel, a vállalkozásoknak az odaadásával, mert valóban azért az a 11. év is mutatja,
hogy igenis van neki létjogosultsága, és tegyük, csináljuk, mert különben más kiút úgy sincs, mint a világén forgalom, mert jöhet ide akárki, akármilyen ajánlásokkal is, azért az nem 2 forintos befektetési lehetőségük van. Meg hát ugye azért mondom, hogy nem is akarom az időt húzni, mert 2 millió 800 000 kaphatunk, de majd akkor, hogyha itt lesz a pályázat elbírálása, és akkor majd utána vagy örülünk, vagy azt mondjuk, hogy örüljünk annak is, hogy csak 2 vagy 3 vagy 4-et kaptunk, bocsánat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy nagyon szép városi rendezvény a kapok. Ugye az elmúlt években az volt a jellemző, hogy javarészt a sünyegi térségi lakosság, és nem olyan nagy létszámban az idegenforgalom, most tegyük meg a megfelelő lépéseket, megfelelő marketinggel, hogy sokan jöjjenek nyilván a szálloda és a vár és a turisztikai oldal, ami mindent megteszünk. És akkor itt szeretném kiemelni sokszor, mindig, amikor csak szót kapok, hogy nagyon fontos, hogy Sümegen legyenek szálláshelyek, mert a szálláshelyek indulálják aztán hosszabb távon a városnak az idegenforgalmi bevételeket. Annak a városnak, amelyiknek nincs szállodája, szálláshelyek és idegenforgalmi vannak. Az átmenő turizmus az nem idegenforgalom, az van bevétel, nem van a városnak. Tehát összefoglalva tegyünk meg mindent, hogy minél több vendég érkezzen erre a napra, aztán aki részt vesz az ünnepségen, turisztikai oldalon bevételt minden. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó, akkor szerintem szavazunk a szavazás előtt, viszont még 2 mondatot. Én eddig is örültem, de most kifejezetten megint örülök neki, és ennek hangot is szeretnék adni, hogy ebben a testületben azért a vállalkozói szemlélet túlsúlyra jutott. Nyilván az önkormányzat másképp működik, mint egy vállalkozás, de azért most itt megint visszaugranik itt a civil szervezeteknek szánt keretösszegre, meg erre a 2 millió forintra, vagy ennek az összehasonlítására, hogyha azt akarjuk, hogy jövőre vagy 2-3 év múlva a civil szervezeteknek ne 2 millió, hanem akár ennek a többszörösét 5 millió forintot tudjunk biztosítani, arra kell törekednünk, hogy a város gazdasága rendbe jöjjön és a bevételei növekedjenek, ahhoz viszont áldozatokat is kell hozni, gyakorlatilag be kell fektetni a jövőbe, én egy ilyen befektetésnek gondolom, most konkrétan ezt a 2 millió forintos keretösszeget is, amit egyébként jól mondta a Béla, de elnök úr is elmondta már a gazdasági bizottság javaslatának a ismertetésénél, hogy természetesen lehet, hogy ebből csak 3 millió forint, ezt nyilván akkor a 20%-a is megfelelően csökken. Jó, de én sem akarom húzni tovább az időt, felteszem szavazásra, tehát aki egyetért a pályázat megnyitásával, azt kérem készletartásra jelezze. Egy hangon 9 szavazat, köszönöm szépen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok. Tartsanak velünk hétfőn és szerdán 18 órától az ismétléssel, szombaton 16 órától pedig a külön kiadással. Viszontlátásra!